rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Szerda van, ez jót jelent, hogy közeledik a hétvége, ugye? Pont talán, ahogy szoktuk mondani, a legnehezebb nap, de itt vagyunk és segítünk átvészelni ezt a napot is élőben. Így 6 óra után néhány perce. Átbillentjük a kapcsolót. Átbillentjük a kapcsolót. Már jobb lesz, hogy rohadjon el, aki átállította a lámpát. Melyik? A melyiket? Körúton. Melyiket? Hát jössz a... Hungária? A Hungária. Hát figyelj, ezt én nem értem. Hány éve járunk ide? 7? Igen, már a hetedikben vagyunk. Ez a 7. év. 6,5 éven keresztül én rákanyarodtam a körútra, a Árpád hídnek, Könyves Kálmán. Robert Károly, köszönöm. Robert Károly. Vidéki vagyok. Köszönjük, Istenem. Én vidéki maradok, ez már nem fog változni, mindegy, rákanyarodok ott. Végig jöttem, és itt behajtottam az üllőire, érted? Most átjössz a Kerepesén, és van jobbra egy kis utca, egy kurfli, ami előtt van egy lámpa, soha nem volt piros, soha nem volt piros, most ezt bepirosították, de most jön még a csavar benne, hogy ahogy a Kerepesin átesel, ez 15 méterre van a Kerepesitől ez a piros lámpa, pirosat kapsz, és ott a trolik meg a buszok kanyarodnak be az ellenkező sávból ebbe a kis utcába, és úgy a hülye troll is, most ne, minden troll is tól elnézést kérek, aki nem hülye, de aki hülye, az hülye, hogy minden reggel várja a 3 sávból a troli 2-t elfoglal. 2-t, mert nem tud bemenni, ugyanis 3 troli áll már bent, érted? Tehát az egyébként 3 sávos nagy körút, vagy az már Hungária körút, tól megállsz a piros lámpánál, és nem megy arrébb a troli, és mindenki cseszekszik, hogy abba az egy rohadt szélső sávba elférjen, mi történik, visszatorlódik a Kerepesi új. Hát ki volt ez a hülye, aki ezt átállította? Nem jó, hogy végig megyünk reggel? Biztos egy szoftver. 5-kor? Vagy 17:30-kor? Na, egyébként ez igen, ez érdekes. Hogy eddig 6,5 éven keresztül minden, tehát tapasztalatom van, minden egyes reggel. Igen, minden egyes reggel gyönyörűen tudtál menni, senkinek nem volt semmi baja. Ez most már napok óta így van. És a troli minden második nap keresztbe áll, vagy busz, én már nem tudom mi az. Piros, az troli. Troli? Troli, keresztbe áll. Vagy tűzoltó. Igen, vagy tűzoltó, de nincs minden reggel, nincs tűz, és a 3 sávból 2-t elfoglal. Na várjál, ha ezen túljutottál nagy nehezen, akkor a következő kereszteződés megint piros, amit nem értesz, hogy mi ott akkor megint megállsz, aztán eljössz a majdnem a Kőbányai útig, ott az aluljáró előtt megint pirosat kapsz. De ez pedig eddig olyan jó volt. Hát gyönyörű volt, így lehetett jönni. Huss! És lehet, hogy Laci is ezért nem ér ide egyébként. Ez simán lehet. Áll a pirosban valahol. Igen. Szóval én ezt nem értem, hogy ez ki csinálja velünk, hogy ami működik, ott megnézik a forgalmat, és egyszer csak egy csávó azt mondja a közlekedési nem tudom hol, a piros lámpa állító ügyosztálynál, gyerekek, nem jó ez így végig lehet menni. Ez túl jó. Ez túl jó, állítsuk át. A zöld hullámból mindig csak baj van. Igen, mindig csak ezek. Ha állnak, nem ütközhetnek pölő. Így is van. Így is van, ez az egy, a másik, meg a troll is, hogy így minden második reggel látod, hogy nem fogsz beférni, és minden második reggel a 2 sávot azt a 3-ból elfoglal a csávó. Hogy szólni kéne neki, hogy tesa, nem tűnik fel, hogy megint állnak miattad az autók? Hát mögötte vannak, nem látja. Ja, igaz, nem mögötte, amik oldalában, úgy az oldalában állunk sorba végig. Hihetetlen. Ez most már minden reggel van? Ez most már minden, a piros lámpa ugye az minden reggel van, a troli az 2 naponta. Aha. Mert ő még ott zöldet kap, de már nem tud egyébként, és azt ő látja, hogy az előtte álló 2 trollitól ő már nem tud befordulni abba a kis utcába, tehát keresztbe fog állni a Hungárián. Nem? És ő minden második reggel beáll. Minden második reggel. Nagyon kíváncsi vagyok, ha hallgatsz bennünket, hogy csak annyit ír meg, hogy ugyanaz az ember vagy. Ugyanaz vagy, vagy minden reggel más vagy. Ugye? Hogy ugyanaz vagy a srác. Vagy egy hétfői ember, egy szerdai, meg egy pénteki, ugyanaz is kell csütörtökön, meg a társa csinálja. Hogy mindannyian azt gondoljátok, hogy még befértek, vagy te így szisztematikusan azt gondolod, hogy... Hogy csak ő fér be egyedül. Hogy én beférek, de nem férek be, akkor én keresztbe állok. A 3-ból 2 keresztbe állok. Olyan szívesen olvasnám az SMS, hogy igen, én vagyok, az vállalom. Igen, én vagyok, direkt állok keresztbe. Rohadjál meg, Rákóczi. Rohadj meg, Rákóczi, köcsög, ne menjél te sehova, álljál ott. De akkor viszont megértem, mert az jó fejség, ha így megírja. Hogy, igen. Hogy van benne, az autósok iránt van benne egy ilyen kis gyűlölet, vagy fenntartás, és akkor ő ezzel bosszulja meg a dolgot. Hihetetlen.
de nem értem. Tehát azt nem értem, hogy ez hogy működik, ezt kideríthetnétek egyszer valaki. Jó, de erre már ne ilyen még egy kávét. Nem iszom. Jó, mert egy artéria, hogy... Mert a butaság zavar benne, hát. Nem, mert én ide érek időbe. Én mindig úgy indulok el, hogyha nekem defektem van, ha kifogyott az üzemanyag, ha rám esett egy fa, ki kell vágni a mentőknek, és begipszelik a lábam, én akkor is itt vagyok. Tehát hánykor indulsz? Háromkor? Ez ilyen biztonsági, ez három, biztonsági indulás? És nagyon van lassan. A négy kerékcsere, igen. A gyaloglás. Igen. Nálam te szívinfarktus kapnál, hogy ahogy én indulok el. Hát azt tuti. Tuti. Egy pirosat nem érek el, vagy egy zöldre lecsúszok, elkések. Tehát nekem nagyon egész. Takra van kizávolva minden. Én mindig úgy jövök, hogy ha piros van, akkor is belefér, ha baleset van, mindig, tehát én ide fogok érni. És azért bosszant, mert értelmetlen. Tehát engem nem az zavar, hogy 5 perccel többet ülök ott autóba, hallgatom a rádiót, van fűtés a kocsiba, tehát nincs vele semmi bajom. Az értelmetlenség zavar. Hogy hülye. Hogy hülyeség. Hogy aki átállította, az is hülye, aki keresztbe áll, az is hülye. Hogy miért? Na, a Kressz világosan megírja, hogy ne állj keresztbe, ne haladj be olyan kereszteződésbe, amit nem tudsz elhagyni. Az nem látja a végét, vagy az elejét, hogy befordul. De látja, hát hogy ne látná, balra befordul, és ott van. Már látja a piros seggét az előtte lévő trollinak. Kicsánták a trollisok. Hát teljesen. Teljesen meg. Trollibusz vezető hallgató, hogy 0676 45 000, itt szólhatok hozzá. Megszólalás. Megmakadtál. Nekem sincs jó reggelem. Nekem sincs jó reggelem, mert kikapott a Stokke. Az nem a Stokke, nem kapott ki. Ó, nyert a Stokke, azaz. A rohadt életben. Igen, én egy picit nyertem vele. Rá mindenemet. Ne! Megfogad. Egy picit igen, de nem sokat nyertem vele. Nekem mindenemet. Bátramnak kellem lett. Úgyhogy abban hagyom szerintem ezt a dolgot, visszatérek a teniszhez, mert abból azért így keresgettem, de most ezt az év közbeni 6-1, amit kapott a Stoke-tól a Liverpool, az picit én azt mondom, hogy így... Jelezte? Jelezte, hogy itt azért még bármi történt. Volt ott egy tavaly év közben egy olyan ruhát kapott a Stoke-tól a Liverpool, aha. Hogy... Ez miért nem írják oda ezeken az oldalakon, hogy vigyázz Bali, mert észszel, és villog a 6-1, hát vagy az 1-6. Tehát ezt tessék oda írni. Megnéztem aztán, intentem, ezt mondtad, hogy ez egy tuti tip, megnéztem, és az 5-1-0-ra nyert meccs, meg ez a 1-6 oda a Stoke-nak, az így jelezte, hogy itt itt. De várja, Ocba meg ez nem látszódott. Az nem, nem, de utána vissza tud nézni előzményeket, mindent meg tudsz nézni. Igen. Vannak olyan csapatok, amik egyébként marhára elől vannak a tabellán, de van egy-két mumusuk. Egy-két mumusuk, aki ellen valamiért nem megy. És szerintem a Stoke az ilyen a Liverpoolnak. A Liverpoolnak az 1-6 volt, a Stoke-kéne. A Stoke-ke hányszorosat fizetett? 3-6. 6-szorosat? Ne. Azt a most azt a pénzt, amit most elbuktál tegnap, ezt a Stokkéra teszed, akkor azért ma iszunk egy valamit. Figyelj, haza. Hát az a figyelj. 6-szoros pénzzel. Hazafelé a villamoson néztem meg, valamint nem tudom, 80 akárhanyadik percben láttam, hogy mondom, még mindig 0-1 a Stoke-nak. Hát mondom, akkor megfogadom, hogy természetesen játékpénzben megfogadom. Fejben elméletileg csak, hogy szerintem itt már nem lesz gól. Aha. Azt nem is lett. Már a hosszabbításban sem, aztán egy 11-es párbaj döntött a Liverpoolnak a javára. Nem örülök. Nem örülök a Liverpoolnak a javára, végül a Liverpool nyert. Igen, mert hogy a 11-es párbajt viszont a Stoke elvesztette. Aha. Tehát a meccset a Liverpool igen, nyerte. Igen, csak az a baj, hogy te nem erre fogadtál. Hát igen, ez nem menjenek a jóbüdös. De tényleg, én arra fogadtam, hát, hogy a Liverpool végén. Nem. Az, hogy most a rendes játékidő plusz 11-es, hát rohadjon meg az összes. Nem, ráadásul nem is rendes játékidő, mert hogy mert még a hosszabbításban sem sikerült, és a végén. Az nem számít bele, hát az a meccs. A meccsnek akkor van vége. A meccsnek akkor van vége, mikor lejönnek a pályáról. Lefúj, és nem mennek vissza. Keresek egy telefonszámot, amit felhívhattok, egy panaszvonala. Most várj a Stokkéhoz, vagy a bíróhoz. Sokféle raffinált óc van itt, tehát, hogy nem mindegy. Hogy te ezek megszivattak. Te ezek nagyon megszivattak, mert hogy az lett, amit mondtam, de mégse az lett, amit mondtam. Kinyeri a mérkőzést. Nem mondta senki, hogy a Stokke is akar nyerni. És a Stokke most megnyerte, de nem nyerte meg. Hát ez egy rohadt dolog. Én visszállok a teniszre. Hát de ez visszállok a teniszre, ott legalább tudom, hogy ki az esélyesebb. Aztán, hogy ott is mi lesz, nem aha. Lehet tudni, de legalább tudom, hogy most például Murrayt kell megtenni. Aha. Biztos? Igen, tegyétek meg. Muray? Muray. És? Holnap Djoko Federer. Hát nem, azt mondtad, hogy nincs benne a Federerbe, én nem húzgálom a bajuszodat. Djoko Federer ezzel, összejött. Hogy férfi vagy-e, ha fogadsz, vagy nem vagy férfi, vagy
az nem tudom, hánykor lesz, de arra felkelünk. És felébresztelek benneteket is, hogy is ott üljetek a tévé előtt, körkapcsolásban legyünk, SMS-ezzünk, és nézzük Djokovic Federert, remélem, hogy 4-5 körül kezdenek meg, ha tudom nézni itt a stúdióban. Az nagy meccs, az tulajdonképpen döntője a Garrosnak. Szóval aki azt nyeri, azt szerintem megnyeri Garros, az megnyeri az Ausztrál Open. Nem nagyon volt megingása. Nem, sajnos nem, basszus, sajnos nem, de holnap jó meccs lesz. Nem, Nishikorit lezavarta a pályáról egy gyakorlatilag 3 szedben. Nem is játszottak. Lazán. Egyedül a Simon ellen izzadt meg egy picit, ott volt egy 5-szettese, de hát Roger se izzadt meg nagyon. Viszont nem. Rogernek meg van egy ilyen pszichés hátránya Djokovicval szemben, és mindig kicsit látszik rajta, hogy olyan, mint régen a Nadal ellen. Ahogy játszik. Na mindegy. Nézzük az SMS-eket, ki mit ír, kivel mi van, drága hallgatók, nyugodtan küldjétek el nekünk, ha van valami a hasfájásotok, ha öröm hír ért benneteket, ha csak úgy hallgattok bennünket, és még jó otthon pihenni, mit csináltok, mit csinálnak a gyerekek, minden üzenetnek örülünk így, kora reggel. Küldjetek nekünk. Így van, mi Esmest. Tegnap ugye együtt voltunk, nagyon jó estét töltöttünk együtt Jánossal. Picit későn váltunk el egymástól, jó volt, egy munkás volt, a vég az nagyon tetszett, egyébként az egész nagyon tetszett. Nagyon jó volt, arról beszéljünk egy pár mondatot. A Balassi Intézet Márton Áron szakkollégiumában vendégeskedtünk, és hát egyrészt teltházat vonzottunk, nagyon örültünk neki, előzetesen regisztráció alapján lehetett oda bekerülni. De jó. És hát nagyon sok tehetséges lányversenyző. Igen, volt. Igen, volt és még beszélgettünk is velük. Igen. Igen, nagyon jó volt. Hát 2 órát voltunk színpadon. A zenekar volt, felkonferáltak bennünket, ajándékot annyira kaptunk. Jó fejek voltak, volt egy ilyen kis házi zenekar, ez egy 1000 fős koedukált kollégium. Igen, határon túli magyar fiataloknak van ez a kollégium fenntartva, és hogy hát gyakorlatilag ezren vannak már, amikor bemész, akkor már kezded őket abban a pillanatban irigyelni, de már a küszöbben, amikor törlöd meg a lábad a lábtörlőn, akkor már irigyled őket, hogy basszus, de jó lenne. Párszor megbuknék azért, hogy még itt lakhassak még 1-2 éven keresztül, stb. Igen. De hogy bementünk, nagyon jól éreztük, mondom, nagyon jó fejek voltak. Mondom, volt ez a kis házi zenekar, aki konkrétan a Morning Show-nak a szignálját betanulták, és eljátszották ott nekünk. Készítettek egy ilyen Celeb vagyok, menj ki innenes kis filmecskét is, ugyan benézték, mert azt hitték, hogy ez a tavaly előtti, most nem is tudom mikor, de nem, hanem ez még az argentinai volt. De mi 6 évvel ezelőttiből összevágtuk. Igen, nem voltak annyira képben. Na, akkor is jók voltak. De minden más tekintetében nagyon képben voltak. Ugye nagyon aranyosak voltak, nagyon helyesek voltak, nagyon jól éreztük magunkat. Hát azt, hogy mennyire éreztük jól magunkat, mi sem bizonyítja jobban, hogy ránéztünk az óránkra, és így figyelj, én nem hiszem el, basszus, 10 óra van. Még 10 órakor is ott álltunk. Még 10 órakor is még ott voltunk, aztán eljöttünk, és a vége az nagyon jó volt. Bali ugye mehet hazafelé, és mondta, hogy akkor nyilván eldob addig, amíg tud. Kirakottam magam a Lányvárosi hídnál, mondom, akkor átjövök majd az egyes villamosra. Na, nem jön a villamos, átgyalogolok Pestre, majd ott felugrok. Csak megyek, hogy gyalogolok ott a izébe, hihetetlen köt, semmit nem lehet látni, időnként egy ilyen kósza biciklis. Egyszer csak szemből megjelenik egy nagyon ismerős kocka alakú, mint egy teljes doboz, fekete teljes doboz autó. Kiderült, hogy a Bali megkerült az egész hidat, ezt meséld el, mert hogy hívják ezt, te jobban tudod értelmezni, én nem tudom értelmezni, hogy mit történik. Én annyira fáradt voltam, hogy én nem tudtam, hol tettem ki a Jánost. És én azt hittem, hogy van metró megállónál vagyunk, mert mondtam, hogy menjek a Hungária, mondom, nem, majd a Petőfinál valahogy. Kitettem a Lágymányos hídnál éjjel 10:30-kor. A Budai hídfő. Budai hídfő. Sűrű köld, ember nincs, hogy ő majd átmegy villamossal. Mondom, jó, menjen. Becsukja az ajtót, elmegy, és akkor esik le, hogy hol vagyok. Egyes villamos. 50 percenként jár olyankor már az egyes villamos. Felmentem a Lágymányos híd budai részére, visszatolattam a villamos megállóig a budai részen, ott beszélgettem egy csávóval, hogy látta-e a Janit. Mondta, hogy itt sose volt a Jani. Hova tűnt, mondom, most tettem ki, itt kéne lenni a villamos. Mikor jön a villamos? Á, most ment el, mondom, hogy felejtsem, hogy az se fél óránként, és semmi. Jó, átmentem Pestre, lementem, megkerültem a Nemzetinél, visszajöttem, hogy átmegyek vissza Budára, és ott a ködben baktatott János, én meg mentem vele szembe, figyelj. Tudod, vissza Budára, hogy hát, ha nem, ott megtalál. Nem értettem. Egy tudtam, hős, egyszer, nem tudtam értelmezni a dolgot, hogy most... De most hogy? Most mondom, gyere szájba, miért? Már mondom, egy olyan helyen tettelek ki, mondom, hogy ez nem jó. Mondom, én nem tudtam, hogy itt vagyunk, én annyira fáradt voltam már, hogy tegyék ki, mondom, jó, persze, nem. De nem, te még mondtad is, hogy hol tettél, mondjuk tegyék ki ott az ülőin, gyere a Hungáriába. Mondom, nem, megyek a Petőfit felé, de tudod. De mondom, hogy a Petőfinél, akkor mondom, tegyék ki a Lányvárosi hídon, mással végigmegy az egyes villamos, hogy felszállok is. És kitett, és mondom, hogy... még mindig sétálnál, mert az egyes villamos olyan komoly, hogy 3-4 órát kéne. Azért azt mondjuk el, hogy rögtön utána már jött, tehát hogy tök jó volt, mert beszálltam az autóba, és elindultunk az ellenkező irányba, hát merre indultunk, hol el, nem tudtam.
Budára. Érted. Igen. Mentünk vissza Budára, de mondom, ennek soha nem lesz vége, mondom, itt fogok autókázni. Hát aztán, hogyha elvitt ugye a utolsó, hát illetve nem is tudom, hanyadik metró, villamos, úgyhogy egész gyorsan ott volt, de nem volt ezzel gond, csak mondom, hogy megdöbbentem, mondom, visszafordulom, basszus, mennyire jó ember. Mondom, ez nem lehet. Mondom, itt elkapnak, megerőszakolnak, bármi történik veled, érted? Ha a lelkemben szárad, és sötét aluljáróban végzem, sose ér haza. Igen. Miért tettelek egy olyan helyre, ahol semmi nincs, na, tudod? Persze, semmi. Hatalmas köd ott a Lányos hídnak a közepén. Lenéztem Dunára, az jutott eszembe, hogy ha most találkoznék valakivel, akinek nem tetszett valamelyik megszólalásunk, soha nem találnának meg. Igen. Beszóltál. Ha, igen. Egy taxisofőrrel, tudod, vagy bárkivel. Na jól van, nézzük gyorsan az SMS-eket. Azt mondja, hogy mi van Feri hátával, fiúk, beszélünk majd róla. Hát ma megy orvoshoz, ha minden igaz. Igen. Gyöngyös felé tiszta utak, ez Dominik küldte nekünk. Liga kupa volt, a bajnoki az más. De ha kell tuti szisztéma, privátba elmesélem. Nem, abba hagytam, köszönöm szépen. Nem foglalkozom már, stokki van. Visszatérek a teniszhez. Megmutatjuk a tegnapi napunkat, aztán még foglalkozunk az SMS-ekkel természetesen. Feri elmondta, hogy egy valamilyen dolog nőtt az ő hátára, és mi megpróbáltuk megfejteni. Hogy mi lehet az aggódtunk, és hát fölhívtuk Frabátot is, hogy mondja, hogy szerintem milyen rontás van Feri. Szigorúan szakmai vonalon. Igen, segített sokat. Igen, sokat segített, hogy mi lehet Feri hátával, mert hogy egy púp nőtt rajta. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán közben már mondom, hogy lehet jelentkezni játékra. Ha játszanátok velünk, írjatok SMS-t. Jó. Hogy állunk játékkal? Hűte! Egy-egy. Egy-egy. Igen. Azt a mindenségét. Akkor oda kell csaptunk. Volt már jobb is. Jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva 7 óra. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók. Itt vagyunk. Hello. Folytatjuk a hírek után. És azt nézem, hogy van-e. És a hírek előtt. És a hírek előtt így van, mert hírek után vagyunk, de már is hírek előtt. Megnézzük, hogy van-e valami. Van-e valami, ami a közlekedést érinti? Kezdő autós, van egy ötlete? Na. Most nem is értem, Gábor Pest Lőrinc, tudjátok, nem, azt hittem közlekedés, de nem. Hát, Lőrinc, tudod, hát. Követhetetlenek a Lőrincék. M9-es autó, M6-os felhajtójánál 80-as tábla. Csapdája várja az áldozatait, cén a WC papír árus, küldte nekünk. Trafi. Ja nem, az csak egy vasúti jelzőlámpa. Ezt Martin írta. Pécset elküld, a város fényeit is alig látni, csak ha alatta vagy a 66-os út Pécs és Mánfa között. Tiszta, ezt Mikey küldte nekünk. Köszönjük szépen. És hát rossz ír azoknak, akik hajózni szeretnének. Ma a Dunán, Budapest magasságában, mert a D11-es hajó a köd miatt nem közlekedik. Aztán. A BKK az utaség szíves türelmét kéri. De miért nem vajon? Mi lehet azok? Hogy jön a keresztbe, jön egy nagyon gyors utcáj, és elkaszálja? Vagy nem találja meg a kikötőt? Hát... Azok azért nem egy ilyen gyors járatú hajók. Nem, ez egy kicsit. Ami mentem én is egyszer, amikor megnyitották, emlékszem. Nem, kis pici régi öreg. Kis aranyosan el. Hát lehet, hogy parti tereptárgyak alapján navigálnak egyébként, hogy nincsen egy nagyon komoly műszer, vagy ilyesmi. És akkor nem látszik szembe a Gellért, hogy akkor nem tudsz oda elmenni. Igen, és nincsen a hajónak az órában, nincsen egy ember, aki így méri állandóan a mélységet. Jéghegy, figyelj, 6 méter, 5-80. Na, nézzük meg! 2! Haj lesz! Megfelelődtünk. Igen. Nézzük meg, hogy kivel játszunk ma reggel. Jó már? Itt is van a játékosunk, ha minden igaz. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Timi vagyok. Hello, Timi! Hello! Mi újság, Timi? Honnan hívtál minket? Ajkáról, éppen dolgozom. Ajkáról, az ajkaiak nagyon megvannak dicsérve, az ajkaiak nagyon aktívak. Hetente legalább egy-két ajkai játékosunk mindig van. Tehát... Van egy K-vonal? Ajka és közöttünk egy ilyen közvetlen? Igen, de van egy piros vonal. Mindig ők tudnak bejutni. Tényleg, az ajkaiak nagyon aktívak. Tehát sokkal kevesebben játszanak, de Kaposvárról, meg Csornáról, de az ajkaiak hetente többször is adásba kerülnek. Mivel foglalkozol? Hát egy gyárban dolgozom. Most egy percre ki tudtam szaladni, hogy játszak gyorsan. Gyorsan kiszaladtál, lejátszol, és már rohansz is vissza. Igen. Ajajaj. Mit csinálsz a gyárban? Hát itt a portán dolgozom. Aha. Portán, egy női portással van dolgunk. Kivel játszanál, Timi? Janival. Janival. Köszönöm, Timi, megtisztelsz. Indítjuk is az órát. Mehetünk?
Persze. 3-2-1, tessék. Timi, örülnél egy ajkai kitelepülésnek, hogyha elmennénk Ajkára kitelepülni? Mi? Hozzá. Nagyon örülnék neki, mert legközelebb itt csak Veszprémben voltatok, és hát oda utazni kellett. Kim voltam, persze, akkor Lusúzba jártam. Egyetemre jártam akkor, és így tudtam menni. Kicsit ellógtam onnan. Milyen egyetemre? A Pannon Egyetemre jártam. Uh-huh. És hogy most vagyonőr vagy? Pályát módosítottál? Hát igen. Aj, de miért? Timi! De jó játszottál pedig. Egész mondatok, pörgős volt, ment mind az ára. Aj, de jó, ott volt egy igen. Szép vagy, Jani? A Jani szúrt. De tényleg jól játszottál. Ügyes vagy, Timi, pedig tök én azt hittem, hogy ez megvan, mondom, engedjük el, készítsük be az ajándékcsomagot, tegyük a postagalambunk lábára, és mondtam is magamra, hát le vagy olcsod a bőrét a kis hús. Timi, de kár érte, nem volt mások. Jó voltál, ügyes voltál, de sajnos. Hát nem baj, köszönöm, jó volt azért játszani. Nincs rosszabb úgy elveszni játékot, hogy az ember ráadásul jól is játszik, meg amíg rossz lettél volna, de hát ezt se tudjuk mondani. Jó voltál, mégsem nyertél. Timi, legközelebb, jó? Ha lesz legközelebb, ki tudja. Oké. Puszi. Köszönöm. Szia. Szia. Hello, hello, hello. Egyébként tényleg az ajkaiak nagyon pörögnek. Nagyon. Minden héten van ajkai játékosunk. Így van. Így van. Minden héten. Döbbenet. Mit csinálnak? Ez egy kicsit sokkal. Mit tudnak ajkán? Mit tudnak ajkán? Menjünk el oda egy kitelepülésre, ha még lesz. Mitől függ ez vajon, hogy az egyik város nagyon aktív, a másik meg kevésbé? Sokan akarnak, uh-huh. És akkor vagy korrumpálják Annát. Tényleg. Megvették Annát az ajkai. Elkezdek itt örülni ajkának, de valójában pedig szomorúan kellene lennünk, hogy az összes többi város meg nem, de olyan miért nem? Igen. Na mindegy, nem fogjuk megfejteni. Azt mondja, hogy nem portás, frontdesk menedzser. Írja valaki. Köszönjük szépen, igen. Jövő héten busójárás Mohácson, ez is nagyon fontos, köszönjük. Igen. Azt mondja, hogy 87-es főút sűrű köd, Csorna Sopron között lassú haladás, ez Bújti küldte nekünk. 4 perc van pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk a Klasszon. Vannak friss közlekedési híreink, friss tenisz eredmények, ha valakit esetleg érdekel, de úgy érdekel, senkit nem mondom, menj. Csoma belterületén filmforgatás, Dombóvár felé tartókat pedig mérik, vigyázzon mindenki. Azt mondja, hogy én is ajkai vagyok, Bécsben élek, minden reggeltéteket hallgatlak, Alexandra küldenek. Jó, az nem ér, tehát most nem kell ezzel jönni, hogy valaha én is jártam egyszer ajkán, akkor mindig játszhatok a Morning Show-ban. Egy picit te is, akkor most már ajkai vagy. Igen? Tiszteletben aki átmegy, az ajkai. Így van. Jó. Azt mondja, hogy Kecskemét, Nagykörös, Törtel, Újszász, Jászapáti, Heves, Eger városok érintésével kijelentem, nagy feneköd van. Látótávolság 50-100 méter, ATESZ küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy mi van még. Máté Szalka, Záhony között tükörjég, erős köd. Nem érdekel, oldják meg. Nándi küldte nekünk. Köszönjük szépen. A 84-es főút tejköd, ott is mindenki vigyázzon. 85-ös főút sűrűköd, Csorna, Sopron között lassú haladás, írta Bújti. És az M9-es autót M6-os felhajtójánál a 80-as tábla csapdája várja áldozatai, cén a WC papír árus küldte nekünk. Hát köszönjük szépen. Ti köszönjük. Ilyen genyok vagytok, hogy mindig visszakérdeztek? Mást nem tudtok? Hát az egy kedves hallgatónk. Hát most szól. Én erre egy mondjuk egy tenisz hasonlattal tudnék, akármennyire is fura ez az én számból, hogy szerintem nem tiltják el azt a játékost, aki mindig ásszal nyeri a szetteket. Uh-huh. Nem. Az abszolút nem. De magunkra érted? Hát például, tehát, hogy nem kell nagyon szépen játszani, ott volt annak idején az Iványisevics, aki egy irgalmatlan lász király volt, hát nagyon játszani azért nem nagyon tudod, viszont irgalmatlan lászokat küldött, tehát állod, igen, és mindenkinél többet. Több pontot hozott így. Az ennyi, értem. És top tenisz azért volt, ilyen játékos volt. De nem mondták neki, ne volt. Amit és nem mondták neki, mert te nem tudsz normális fonákot se ütni. Na igen, tényleg nem. De mindesetre egyelőre még azért nem vagyunk annyira meggyőzőek, ha heti teljesítményünket nézzük. Tehát, hogy még ez is igaz. Még egyelőre nem nagyon van okunk arcoskodni, mert még nem. Nincs meg a hét. Simán vihet. Nincs meg a hét. Kikapcsolták a telefonomat, és komolyan mondom, ki vagyok ezen. Fel vagyok háborodva. Te figyelj, neked te vegyél egy vonalas telefont, azt húz magad után a kábelt, mert vagy leejted ezt a rohadt telefont, nem használunk tokot, mert neked egy jó TBK kellene, egy jó kis vezetékes, ilyen kurva is telefon.
vagy pedig egy feltöltő kártya, amivel lehet még telefonálni fülkéből. Tudod? Tehát ez, hogy neked mindig ezzel bajod van, most mit csináltál már megint? Nem csináltam semmit, és azzal van bajom, hogy nem csináltam semmit, olyan és nincs. Ennek ellenére szankcionálnak. Uh-huh. Egyszerűen kikapcsolták a telefonomat azért, mert számlatartozásom van. Ja. És ez felháborító. És anyukád már unta befizetni. Tehát ez felháborító. És azt is álmodom, hogy miért, de nyugodtan vitatkozzatok vele, és mondjátok azt, hogy nincs igazam, és tessék befizetni a számlát. Nehéz. De nyugodtan nehéz vitatkozni. Igen, nehéz elmondom, hogy azzal, mit gondolok nem erről. Fizetsz be egy számlát, aztán kikapcsoljuk a telefonod. Hát, mi is egy picit fel vagyunk háborodva most. Nyugodtan győzzetek meg, hogy nincs igazam, de elmondom, hogy ezt hogy csinálnám, ha nekem lenne telefontársaságom. Igen. Mert szerintem nonsens az, hogy hosszú-hosszú évek óta te nem váltasz számot. Tehát rengeteg ember van, akit valamiért vagy beleszeretett, aha, vagy lusta, vagy ugyanaz a száma van, és 10-15 éve hordozza ugyanazt a számot. Nekem 1997 óta ugyanez a számom. Uh-huh. Na most láthatják azért, hogy 20 éven keresztül, ha kiszámolod havi bontásba, akkor ott hagytál sok-sok-sok-sok milliónyi forintot ennél a szolgáltatónál. Uh-huh. Ugye? Aha. Ha havi bontásban milliókat fizet, akkor nem havi bontásban, nem, de a 20 év alatt sokat. Ja, 20 év alatt sokat hagytok. De most ne hagyjatok egyből igazat. Miért nincsen valamiféle méltányosság? Miért kell egyből az embertől megvonni azt, hogy internetezhessen, hogy kommunikáljon a családjával? Mondok verziókat. Például felhívják a figyelmedet többször arra, hogy neked számlatartozásod van, és uh-huh, adnak erre egy bizonyos uh-huh időintervallum keretet. Igen. Nekem összesen kettőször szóltak, 72 órán belül, 48 órán belül, kikapcsoljuk. Kettőször szóltak, igen, ember, mit szeretné még? Jöjjön egy kis ajándékcsomag, átkötve, piros színű, izé, jaj, ne legyél már ilyen cínikus, Feri, nem hát most mondta, hogy több millió forintot adott már nekik oda is, hogy 97 most óta ez az egy száma van? Nem, érted? Nem érdekel, most, hát ez még több, ez még, én azt gondolom, hogy ez még nem csak a magam nevében haragszok. Hát is védlek majd, ha hát tudom, engem nem kell, mert én befizetem, mert tudom, hogy egy szolgáltatást mondtam vettem igénybe. Mondtam már nektek egyébként, hogy ezüst fokozatú fogyasztó vagyok az elműnél, és kikérném magamnak, hogy kikapcsolnák csak azért a villany nálunk, mert nem fizetem hónapok. De ha te látják, hogy te jó előfizető vagy, ha rendes vagy, ha évekig nem bontottad fel a szerződésedet, és ez most nem csak rám vonatkozik. Miért nincs az, hogy fölhív egy diszpécser és szól, hogy uram, van még 24 órája, de ki fogjuk kapcsolni. Miért nincs az, hogy kikapcsoltuk a telefonját, de az édesanyád fölhívhatja, pusztában van, ha bajban van, érted? Aha. Lehetnék, én most feküdhetnék valahol kint a hideg pusztában, és nem tudok itt felhívni. Jó, de segélyhívás alkalmas. Kikapcsolják a telefonomat. Ne légy, hát, milyen világ ez? Miért nincs valamiféle méltányosság? Van, hogy két méltányosság. Nem hív fel remegő hangon egy diszpécser, hogy elnézést, nem zavarom, mert a 97 óta számot nem változtató ügyfeleinket. Nem nagyon szoktuk ilyen csipcsuk ügyekkel zavaratni, de hogy két hónap. Van egy 200.000 forintos számlatartozása. Én ha mobil szolgáltató lennék, nekem lenne egy szoftver, és mondani, mióta előfizető, nagyon régóta. Befizette mindig a számláját, befizette. Rendben, akkor felhivatom egy szoftver, felre küldök neki még egy SMS-t. Van például az elmű felhív. De azt vettétek, hogy felhív az elmű? De kettő egy 70-es számról felhív, hogy önnek számlatartozása van, és egy automata bemondja, hogy van számlatartozásod, fizesbe. Sose hívott még titeket az elmű? Mert mi mindig befizetjük. Hív az elmű egy csomószor. Nagyon jó szolgáltatás. Onnan jut ezt, hogy de hívják, nem fizettem, csak hogy fölhív egy 70-es szám, fölszám, halló. Önnek számlatartozása van. Kérjük rendezetet. Egy automata bemondja neked. Azt hittem, hogy az elmű felhív téged, hogy szólt neki a mobil szolgáltatót, hogy nem tudnak elérni, és hogy de nem, de most érted? Van egy 16 000 forintos számlám. Tehát hogy van az, hogy milliókat hagyok ott? Nem, ma reggel. És én ma elindultam. És reggel felhívtam volna az én drága jó édesanyámat, hogy felkelte, felhívtam volna a feleségemet, hogy minden rendben van-e a gyerekekkel, felébredtem. Mit kapok követni én a szolgáltatótól? Mit kapok a szolgáltatótól? Azt kapom a szolgáltatótól, hogy le vagy szarva, mindegy mennyit fizetsz, nem érdekes, akkor is kikapcsoljuk a telefonodat. Nem érzed a megbecsülést? Nem a megbecsülést nem érzem, az ember számba vevés nem érzem, hogy azonnal kikapcsolják a telefonodat. De kétszer már ember számba vettek. Elfelejthetsz, ember lehetsz, nem fizeted be, bajod van, nem jutottál el, sokan voltak, kifordultál postáról. Miért szankcionálják? Hát úgyhogy kikapcsolják, mintha a legdat, ezért az elmű is, meg a tigáz, nem tudom, hagy egy csomó időt, és hónapokig még azért azt használta. Nem, de hát ők is hagytak.
kétszer két figyelmeztető SMS-t 72 óra, 48 óra, paf, kész, vége. Puff, igen, mert rossz puff, a tapasztalata. Igen, ütver, azért ütver, mert ez a tapasztalata, hogy hiába, hogy bármilyen régóta előfizető, nem fizeti be a számlát, és soha többet nem látják a csávot. Most én megmondom nektek őszintén, hogy akár is nézem, én cirka, mit tudom én, hát talán 2-3 éves koromtól, de lehet, hogy már korábban, én folyamatosan járok a BKV-be. Én azt gondolom, hogy nekem egyébként már járna egy prostata kímélő ülő párna valahol egy kiemelt ülőhelyen, mert én gyakorlatilag az 50-es villamoson töltöttem a fél életemet. Nekem az az ülés, nekem az a párna jár. Te más mondasz, mert te azt mondod, hogy te ingyen akarsz menni. De volt én meg már azt mondom, olyan, nem volt hogy már, hogy ezt a szolgáltatásért. Én azt mondom, hogy be fogom fizetni, fizetek a szolgáltatásért, csak segítsék azzal a magyar embereket, hogy nem ennyire egyből, ennyire durván szankcionálják. Vagy megnézik, hogyha jó adós vagy, rendesen fizeted, de nincs veled baj, akkor egy kicsit kegyesebben bánunk veled. És mindenkivel. Aki nem fizette be véletlen a mobilszámláját. Isten mentse a szolgáltatót attól, hogy bemenjél. És ez ott van. Tudják, ki vagyok én? Nem az, de most én nem értem, haragszom, én értetek, haragszom. Nem! A 97-es. 1997-es vagyok. Tudják, hogy azóta van előfizetésem. És szerintem, ha most befizettem, még kifizethetik a visszakapcsolási díjat. Az biztos is. Na hát az aztán meg aztán mindennek a nonsense. Megnyomod valaki egy gombot, Sebestyén Balázs, lekapcsoljuk, poff, leüt egy gombot, poff, felüti majd a gombot, hogy tudjak telefonálni, ott ül érted Marika. Ja, mindenkinek van egy kapcsolója. Mindenkinek van egy kapcsolója, engem poff, így visszakapcsolnak, offról orra tesznek, érted? És körbe megy be ilyen barna köpenyben egy bácsi, egy ilyen mappával a szemüvegben, egy cigarettával a füle mögött. Sebestyén Márta. Ja, nem. Sebestyén Balázs. Sebestyén Balázs. Józsikám, tedd orra, Sebestyén Balázs. Józsi, lemegy, érted? Vagy nem tudom, hogy tihamért, barna kis, nem tudom, kis köpenyben. Már hívható, köszi Józsikám, egy kávé. És visszakapcsolnak. Hát valami kegyességet, valami méltányosságot, valami emberséget. Hát én egy ideológiai, én most a válságban szenvedek emiatt. Én tudom, én kicsit idealista vagyok, én ezt bevallom, de komolyan. Van emberség. Olcsóban vásárolhatsz készüléket, mert hűségkártyás vagy már. Van egy csomó minden, de ebben nem lehet. Hát be kell fizetni a csekket. Már nem is ügyfél vagy, te részvényes annyi pénzt. Így van. Igen, azért valaki, ez már arcátlanság, nem fizet és hőbörög. Az igazi pofátlan, egyébként tényleg. Ja, nem tudtalak erről meggyőzni benneteket, mindegy. Van csekkes befizetés, van bankos befizetés, van a leolvasós befizetés. Mit akarsz még? Ide álljon egy csávó mellét, hogy Sebestyén úr ide adná a 12 ezer forintot? Bevinném. Nem, ő jönne, ide kijönne. Igen, bevinném az ügyfelszolgálatra. Kijövünk, fizessen. Kijövünk. Még fölhívnak, hogy most hol tartózkodik a következő 2 órában, mert akkor megjelennénk magam. Mert mit akarsz még? Én szerintem egyébként Ferének is járna évi egy disznó valakitől már, nem? Hát olyan régóta fogyasztasz már húsipari termék. Ja? De hát, akkor hello. 2. Na, így már jobb. Érted. Na mindegy. Mióta jársz el erre? Elég régóta, mi? Nagyon, nagyon. Ott mit kéne kapjak? Mindent. Végig kellene menned hetente egyszer, és minden sorból így kapnod égat. Meg az első éjszaka jogát. Na mindegy, jó, befizetem. De én nem akarok én csalni, befizetem én. Figyelj, azt tudod, bánt ez a fajta szörnyű lelketlenség. Ez a fajta rideg hozzáállás, hogy itt nincs emberség a világban. Itt mindenkiből kihalt minden. Nem fizetsz, kikapcsolnak, lekapcsolnak egy darab szoftver vagy nekik, egy darab szám, egy statisztika, egy adat, egy név. Se érted, azonnal lekapcsolnak. Hát ez várható egyébként, hogy a szolgáltató cégnek a székháza alatt megjelensz majd egy táblával lázadás felirat. Nem, majd gumidéget, mint a francia taxisok. Összegyűjtöm a mobilszámláimat, és felgyűjtöm a székház előtt, hogy tüntetek. Na mindegy. Most egyébként bejövőm az még van, azt meghagyták. De az csak pár napig, tudod? Most annyira dühös voltam, ledobtam a telefont, és érvénytelen szímezt írja. De most már ez is elszáll. Szerintem várj meg, amíg teljes letiltás van. Érvénytelen. Olyan régóta van almásnak kérde egyébként, hogy az is járna a cégtől egy. De most félreértitek ezt a dolgot, én nem akarok semmit ingyen. Csak egy pici emberséget. Csak kis haladékot, amíg úgy hozza a kedvet, hogy befizesd azt a rohadt számlát. Na, csak egy pici emberséget. Basszus, érted? Ezer fele dolgozol, van családod, vannak problémáid, érted? Neked is ugyanúgy élsz, mint a többiek, érted? Szóval kis türelmet, akkor komolyan. Na most az van, hogy az a szolgáltató, ahol te vagy, azt írják, az 30 napos türelmi időt ad, és még nem elég.
Hát legyenek hát 30 napig nem fizetett. Miért kell ennyire türelmetlennek lenni? Hát miért kell itt toporzékolni az ember agyán 30 napon keresztül? Hát ez egy hónap ember. Egy hónapig nem fizetsz és dumálsz. És itt kongatják a vészharangot. Mit képzelnek magukra? 30 nyomorult nap után. Nem arcátlanság egyébként, de tényleg. Hát nem, valamiféle minimális méltányosság azért ezekben. Hónapig némi jó indulat, némi jó indulat, némi kedvesség. Hát most 30 nap így elmegy, hát most érted, egy nap ide, egy nap oda. Igen, csak akkor már két számlád lesz, és feltételező, hogy a dupla költséget te már nem bírod kifizetni. És valószínűleg két számlával tartozom akkor? Egyel tartozom. Ha letelt a 30 nap, akkor most kikapcsolták, és már jön az új számla, és ők ezért korlátoznak, mert akkor az már két számla. Ki nálatok mennyit várnak? 30-at. Nálad is 30-at? Uh-huh. Azt hiszem. Én nem tudom, mert én mindig befizetem időben. Jó, de te ott állsz a postán, és minden nap bemész megkérdezni, hogy jött csekk? Nem jött? Vadon cselek? Semmi? Hadd fizessem. Akkor előre valami? Igen. Ki sem hozzák, már itt befizetem rögtön. Te szeptemberben leadod a jövő évi adóbevallásodat, csak hogy minden rendben legyen. Nem, én beszoktam menni a szolgáltatót, és abban a pillanatban, hogy végignyalnák a borítékokat, akkor ne zárja le, ne pazaroljunk. Igen, mennyivel tartozom? De tényleg komolyan mondom. Na mindegy, jó, nem értem, érzem én, hogy ebben nem tartotok velem. Jó, én visszavonulót fújok, én pontosan érzem, hogy mikor érzem azt, hogy nem egyfelé siklik a kis dagadó vitorlákkal menő kis sajkánk, úgyhogy adjuk ezt, nem vagytok velem. Mi vagyunk a fontosok, hát ha szolgáltató meghallotta ezt a segélykiáltást. Nem tudják, hogy én hol, nem mondtam, én nem mondtam, hogy hol vagyok. Tehát ők nem mondtam, tudják, hát 97-es vagy. Nem mondtam, hogy 20-as vagyok, 30-as vagy 70-es, vagy az a baj, hogy a 60-as, az nem lehetek, de az is baj. Tehát nem mondtam, hogy mi vagyok, meg nem is akarok. Ezután nem kell a kényszeradományuk. Így van, nem kell a kényszeradományuk. Nem kell semmiféle kegyelem kenyér, semmiféle hűségpont, csak valamiféle olyan méltányosság, hogy ne egyből azt érezd, hogy te megtiszteled őket a bizalmukkal, amikor ugye váltani akarsz, le akarnak beszélni. Amikor ugye te fölhívod őket, hogy lehet, hogy átmész máshol, akkor könyörögnek, és utána telefonálnak, és ajánlatokkal bombáznak, hogy ne menj át. Miért nem lehet ilyenkor egy kicsit emberséges lenni? Kedves szolgáltató, aki most érintve van ebben az ügyben, Sebestyén Balázs által, hogy tudják maguk, tudjátok tik, hogy milyen ajánlatokat utasított vissza már az évek során más szolgáltatóktól. Miattatok? Mondok más valamit. Mondok neked más valamit. Na mondjál. Szerintem ezzel is mindenkinek sok problémája van. Kapcsolgatom otthon a televíziót, szolgáltató. Ez egy másik szolgáltató. És sehol egy kódolatlan nap a Hustler-e. Miért nincs kódolatlan nap a Hustler-e? Hát milyen világ ez? Eurosport. Bekapcsolom, működik. Uh-huh. Eurosport. Eddig még nem háborodott. Jó, működik. Tehát, hogy Eurosport 2. Nem működik. Kiírja, hogy hívjam föl az előfizetőmet vagy a szolgáltatómat, mert letiltotta azt a csatornát, rendeljem meg a plusz szolgáltatást ennyi és ennyi pénzért, aha, vagy fizessek elő egy olyan csomagra, amiben már ez nincs benne. Tehát mi történik? Ők belerakják egy bizonyos csomagba azt a csatornát, amit te nézel, szeretsz, beállítod, ott van, majd egyszer csak valaki fingik egyet. Várjál, igen. Ez új sztori? A szolgáltatónál vagy a családban? Magánéletemet is. Körbenézek, ott ül nagyapám. Ki voltál, papa? Papa báratos arcon egy picit félszeget. Papa báratosan pukkant, hogy mit látok, hogy az egyik nap még ott van a csatornák között az a csatorna, a másik nap pedig valaki azt mondja, hogy hús, nem, ezt a csatornát kiveszük onnan, és belerakjuk egy másik csomagba, amire te nem akarsz előfizetni, mert az neked nem kell. Egyébként meg az Eurosport 2 volt, ami 8 éve ott van, átrakja, és azért most fizessél elő egy drágább csomagra. Kérdezem én, egyébként milyen jogon? Milyen jogon veszi ő el az egyik csatornádat, és... A szolgáltatás jogán, ugyanis ő szolgáltat, és aha, elárulom neked, hogyha nem tépnéd össze a szolgáltatótól érkező leveleket, akkor ő tájékoztatott és téged előzetesen de erről. Feri, megint nem olvasol a sorok között. Ez egy együttműködés. Mert ráadásul még cinikusak is, mert azt mondják, hogy hívja fel. Aha. Mivel hívja fel? Ki van kapcsolva? Akkor még nem volt. Érted? Az egyik kikapcsol, a másik elvesz. Összejátszik. Ez egy komplett paranoia. Ezek megbeszélték, tőled, hogy rám szállnak? Mi lesz a következő? Hazamegyek, nem lesz fűtés? Uh-huh. Fázó, síró gyerekek fognak fogadni? Mert a tigáz úgy döntött, hogy nem szolgáltat? Érted? És elvették az Eurosport 2-t. Hogy én fizessek elő egy drágább csomagra.
nem fizetek és elő. Nem. Mi? Tartod magad. Ne. Szerintem. Inkább ellopom. Én azt mondom, hogy tarts ki az elmeid. Törjétek fel őket, vegyetek dekódert, kössétek. Érted? Szóval, hogy ez nem így működik, ez egy közös dolog közted, mint fogyasztó, és legyen valamiféle együttműködés, legyen kommunikáció. De ne változtasson úgy csomagot, hogy akkor ő csak hogy megváltoztatja a csomagot. Kérdezem meg téged, hogy Sebestyén úr, áttehetjük az Eurosport 2-t az MLD-jasba? Miért teszi át az Eurosport 2-t? Mert sokan menjek nézték. Hogy én menjek át és fizessek többet. Jut eszembe. Karácsonyra kaptál lapot idén tőlük? Vagy tavaly? Kaptál? Ugye, hogy nem? Nem kaptam. Nem. Azt akkor úgy képzeled a rendszert, mint mondjuk, hogy a egy gyerek után ennyi szabi, két gyerek után annyi szabi, három gyerek után ennyi szabi, és akkor úgy lenne, hogy 10 év után ennyi türelmi idő, 20 év után ennyi türelmi idő, 30 év után ennyi türelmi idő. Tehát, hogy így sávosan nőjön a türelmi idő. Mondjuk 30 év például után már akár egy hónapot is elengedhetne. Tehát megnézzük, hogy 10 éve vagy előfizető, kicsit hagyunk, 1 éve vagy még egy kicsit jobban cseszünk, 20 éve vagy, biztos rendes vagy, fizeted a számlát, történt valami, picit jobban hagyunk, érted? Nem? Nektek nincsen tapasztalatotok különböző szolgáltatókkal, hogy nem, az a baj, ide-oda pakolnak, dobálnak, mint egy serclit, érted? Igen. Csak így ide tesznek, oda tesznek, te még mindig követed, hogy hol van ez a csatornán, ezt kivették, ezt visszaadták. Mint egy penészes végű serclit, ami ez már a kutya segít. Érted, te meg ott csak, hogy mint egy ilyen darab csont úgy a kutya szájából, csak úgy csupa. Lifex. Meg úgy se eszi, csak elássa valahol, azt elfelejti. Ez elvesz, az kikapcsol, hát ennél emberek vannak a számok mögött. Emberek vannak a számok vagy. Mögött. Én egy szám vagyok nekik, de amögött egy érző ember van. Nem, egy befizetetlen szám vagy, ez a baj. Ez a baj. Csak egy szám. Ez a baj. Embertelen egy világban élünk. Jó, de az a baj, hogy még ilyen kis prolik vagyunk, hogy mindig befizetjük. Tehát most. Mondok mást! Mit van? Na mi van? Hasonlóan fajta súlyos probléma. Mondok mást, mi történt szolgáltatónál? Vikinek a huga. Lejárt a 2 éves hűségnyilatkozat az egyik szolgáltatónál, és az ő váltott volna. És egy hónappal a lejárat előtt ő bejelentkezett ahhoz a szolgáltatóhoz, hogy megkérdezem bizonyos dolgokat. És ott megkérdezték, hogy meg akarja-e hosszabbítani újabb 2 évre, és mondta, nem, köszönöm, már csak egy hónapon van lejár. Egy hónap múlva betelefonált, hogy küldjék ki a lezárást, meg nem tudom. Erre mondja, hogy nincs mit kiküldeni, mert egy hónappal ezelőtt ön meghosszabbította a hűségnyilatkozatot. Telefonon. 3 hónapon keresztül kellett a szolgáltatóba vívni, mire ki tudtok kérni a hangfelvételt, amin bebizonyosodott, hogy a Zsófi nem hosszabbította meg a hűségnyilatkozatot, hanem képzeljétek el, hogy automatikusan, és ezt sose fogják beismerni, és direkt nem mondom, hogy melyik szolgáltatóról van szó, rányomnak sokszor arra, mintha te meghosszabbítottad volna a hűségnyilatkozatot, és nem érted, hogy lehet még, hogy neked 1,5 éved van, meg 1 éved van, mert hogy meghosszabbítják. Érted? Aha. És a hangfelvételen nem akarták hosszú ideig kiadni, a hangfelvételen derült ki, hogy nem mondta a Zsófi, hogy hosszabbítsák meg a hűségnyilatkozatot újabb 2 évvel, tehát nem írta alá, nem mondta el, nem adott rá áldást, ugye megkérdezte a diszpécser, hogy nem akarja meghosszabbítani, meg lehet, nem tudom, küldjön el ezt, az visszaküld. Nem akarja. Rányomtak, meghosszabbították. Mik vagyunk mi? Tárgyak? Senki? Jó, most létszínen kapaszkodj fel a Zsófi hátán, jó? Tehát az Zsófit adom. Szerintem komoly bajok vannak sokszor. Ebbe igazad van. A Zsófi sztorit, azt én aláírom, mert nekünk is volt elég. Mi történt? Hát figyeltek, hogy az átfutási időt, tehát hogyha elmész panaszkodni, vagy adott esetben mondjuk felmondani egy szolgáltatást, egy bizonyos szolgáltatóhoz, akitől mondjuk van egy olyan szolgáltatás, hogy internet, telefon, stb., hogy már nagyjából ki is lehet találni, hogy miről van szó. Mert sok ilyen van. Így sok van. Ilyen van. Elmész, lemondod a szolgáltatást, aztán kapsz egy hónap múlva egy levelet a központból, hogy te ezt a szolgáltatást nem mondhatod fel, mert hogy az előző még nem futott át a rendszer. Tehát én ezeket az átfutási időket nem értem. Hogy elmész, elintézel valamit, beütnek valamit egy gépbe, hogy nem ugyanazokat az adatokat látják. Érted? Átírják papírra. Hogy a központban nem azt látják. Tehát annyira fura, hogy tényleg ez a jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal, és hogy nincsenek ezek a rendszerek így összekötve. Meg az sem mindegy egyébként, hogy melyik ügyintézőhöz mész. Tehát, hogy nekem azért már egyszer-kétszer előfordult, hogy ajjajjajjajjaj, a kolléganő még nem dolgozott itt régen, ráadásul én tanítottam be, ajjajjajjajjaj. És akkor így félre csúszik az egész rendszer. Hogy csúszhat félre? Nem tudom. Tök jogos. Nem tudom, bénáztok. Szerintem veletek van a baj. Uh-huh. Veletek van a baj.
Engem mindig fölhív a tévés internetes szolgáltató. Rákóczi úr, ugyanennyi pénzért, amennyit eddig fizetett, tudunk adni nagyobb sávszélességet. Uh-huh. Viszünk egy új kütyüt, be is szereljük. Bejön, megbeszéljük, időre ott van, bejön, beszereli, azt megy. Na de ezért, mert Rákóczi úr, mert tudják, hogy hát nem, nem, az én uram, nem tudják, tudja. Nekem nem az én nevem meg az a szolgáltatást, eddig nagyon csúnyan átkúrták. Eddig úgy leszettek. Eddig annyira lerántottak. Nagyon jó. Öt évet szopott, nem akar, bocsánat. Így van, és most megkapod az alapszolgáltatást. Nem az én nevem van. És én pont ezért reklamálok, mert nem is reklamálok. Te most a kis ember vagy. Én most egy... Mi vagy? A kis... Ő most a kis ember. Nem az én nevemen van. Tehát én nem Sebestyén Balázsként vagyok. Nem az én előfizetésem. Ó, ez nem újdonság, hogy több száz hektár földet visszatik. Az is elvehetetlen kilátás. Jó, az is igaz, hogy valakinek földet vásárol, akkor valaki csak kölcsön adja a mobil előfizetését. Tehát nem a saját nevemmel vagyok, érted? Nem mondom meg, hogy kivel vagyok. Így van. A női neveddel? Persze. Valaki csak visszaveszi azt, amit a komcsik elvettek. Igen. Szóval látod neked, mert tudják, hogy Rákóczi. De hát én mely vállalom? Hát most miért ne? De azt nem tudják, hogy ez melyik Rákóczi. De hát ezekkel útirostak lenni, és mindig azt mondani, hogy igen, az. Az a Rákóczi. Na mindegy, jól van, befizetem, értem én. Jól van, vettem a jelzést, oké, intézem. Ezt oké, most oké. Nekik mondod, vagy nekünk, mert bennünket nem zavar, ha nincs telefonod. Megyek, befizetem. Nem a pénz, ez nem a pénzről szól. Ha valaki ezt most arról szól, hogy a pénz, ez nem a pénzről szól. Royalitás. Azt elismered, hogy a pénz az jár neki. Az emberségről. Ja. Tessék? Azt elismered, hogy a pénz az jár neki. Na most, igénybe vett szolgáltatást, fizest ki, hogy ne? Már várom a pillanatot egyébként, amikor most mennek be majd reggel, nem is tudom, 8 óra, fél óra múlva mennek be, és ott figyel már mindenkinek a gépén az e-mail, csak annyi lesz benne, befizeti. És mindenki egyszer egy... Jó van. És marad is? Marad. Nem arról szól, hogy mi marad, vagy mi nem. Na jó, oké. Okay. Nem az életkemény Balázs, te vagy Csicska. Köszönöm a hozzászólást, és köszönöm, hogy megértőek vagytok. Na, de nyilván mindenkinek van tapasztalata a különböző előfizetésekkel, számlákkal, közműcégekkel, háború, viaskodás, be nem fizetett 100 forint, kikapcsolt áram, télvíz idején. Írjátok meg, hogy milyen tapasztalatok vannak, jó? Ez szerintem egy örök harc. Ember, előfizető és szolgáltató között, ugye? Vannak, akik azért jól működnek, vannak azért, akik korrektek, de általában sokan harcolnak különböző típusú szolgáltatókkal, nem is azért, mert a szolgáltató rossz, hanem mert neked valami nem tetszik, ő egy kicsit máshogy gondolja. Ember és szolgáltató az nagyon más. Pedig találkozniuk kéne, sokszor találkoznak is, de mégis sok harc van azért, nem? Ezt levonják, többet vonnak, rosszul szedik be, elveszik a csatornádat. Rengeteg háborúról tudni, amikor az ember harcol. Úgyhogy ezt írjátok meg nekünk, jó? Hogy kivel mi történt? Kivéve a Rákócziékat, mert náluk hát nem történt. Hát figyelj, be kell fizetni előfizetőn. Érted? És akkor nincs baj, gyerekek. Jó fejnek kell lenni, aranyosan megkérni. Tegnap is bent voltam telefonos szolgáltatónál. Nagyon helyes srác, mindent elintézett, beállította a telefont, hogy gyorsabb legyen rajta a net. Mert kedves vagy, mert odamész, mert embernek tekinted. Nem egy szolgáltatónak, érted? Hanem ő egy ember. De mentél, hogy valaki állítsa be a telefonon? Nem azért mentem be, hanem kellett valamit el kellett intéznem, és közben... Nem tudtad, kell bekapcsolni 3G. Ja, van olyan, hogy 3G. Ember, szórakozz. Nem, Ferencem, nagyon jó, hogy itt van, kapcsoljuk be 3G. Van ilyen, hogy 3G. Nem, elnézést kérek, jó napot kívánok. Kicsit halk a telefon, itt az oldalra kapcsolja. Ezt a gombot nyomogat. De látod, lehetne, az tök mindegy, hogy mi a problémád. Lehet az, hogy te hülye vagy, megoldja. Nem értesz hozzá. Megoldja, mert ember... Nincs kimenő, mert nincs bejövöm. Vegye ki repülőüzemmódba, Rákóczi úr, és már is minden működni fog. Köszönöm szépen, és akkor megvagy. Az mindegy, hogy mi a probléma. Létezik, elnézést, jó napot. Létezik, hogy csak szelfiket lehet ezzel a telefonnal csinálni. Mutatom, ezt megnyomja a kics kamerát, és már meg is fordul. Köszönöm. Ismét egy új világ. Viszont holnap is jövök, van még kérdésem. Na jó van, 7:30 pontosan 4 perce várjuk az SMS-eket, jó? Ki mit ír, kinek milyen tapasztalata van, ki melyik szolgáltatóval, miért, hogyan vív, és mi az ügy maga, írjátok meg nekünk, jó? 7:30, 4 perce jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 van pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és... Hát forra levegő a stúdióban is egyébként, valószínűleg a stúdión kívül is. Egy borított el egy méhkast.
A linkek ne borítsanak méhkast. Milyen méhkast borított? Az, hogy nem hajlandó befizetni a számláját, és kikapcsolják a telefonját. Gyerekek, álljunk már meg, nonsense, amiről beszélgettek. De tényleg. Nem. Egyszerűen csak arra célzok, hogy egy áll problémával egy sok valódi problémát is sikerült a felszére hozni. Ja, az úgy van. Én csak azt próbáltam szemléltetni, hogy ez egy örök harc. Ha lekötötted a tévét, az internetet, a telefont, az elműt, a gázt, a mit tudom én, akkor onnantól kezdve egy harcban vagy. Fel kell vennel a harcot, és minden egyes ponton, minden egyes csatornánál, minden egyes gázszámlánál, gázóra leolvasásnál, villanyórá, behelyezés, kihelyezésnél ott kell lenni, résen kell lenni, mert nem egy oldalon állunk. Figyelni kell. Na, hát ez egy ilyen világ. Itt ember embernek farkasai felzabálnak, ha nem vagy résen. Felzabálnak. Figyelni kell. Egy adat vagy, igen, egy szám persze. Vagy, és azonnal rendezik, és a sorokat, és kikapcsolnak. Ez is ilyen fura értelen dolgokat azért tapasztal az ember hétköznap is. Például van ugye ilyen éves vagy félves leolvasás és bizonyos szolgáltatások tekintetében, ugye kijön az óra leolvas, és függetlenül attól, hogy te mondjuk havi bediktálás mellett döntöd, és interneten keresztül mindig lejelented az órának az állását, ők azért fél évente, évente ezt ellenőrzik. Következő kaptunk egy értesítést, ekkor és ekkor jönne az óra leolvasó. Sajnos nekünk az időpont nem volt jó, ezért bedobtak egy értesítőt, hogy jó, abban az esetben, hogyha nem vagyunk otthon, akkor lejelenthetjük interneten. Mert hogy megbízik hogy benned, érted? Látod? Jó, de addig is interneten jelentettük le, akkor minek kell kijönni az óra leolvasónak, ha egyébként elfogadják interneten mert keresztül hát, is. Ha hazudsz. Érted? Nem az éves nagy óra leolvasás volt, mert minden év egy évben egyszer kijönnek igaziból leolvasni. De rajta volt az értesítés, hogy abban az esetben, hogyha nekünk nem jó az időpont, akkor lejelenthetjük az interneten is. Ja, addig értem. Mit csináltunk? Jó, nekem van többfajta összeesküvés elméletem is. Még egyébként mondjak egy-kettőt? Na, alig várom. Legyen ez mondjuk a jövétel ugyanilyenkor. Legyen kedden, legyen szerdán a 7-8-ig mindig Bali és a különböző szolgáltató. Bali elméletei. Hogy van az? Csak kérdezem. Hangosan gondolkodva. Jó. Parancsol. Ülsz egy társaságba. Érted, ülsz. Nem állsz, ülsz. Te ülsz. Nem fekszetek? Nem fekszel. Nem is fekszik senki, nem áll, ül. Ülsz egy társaságban. Aha. Vagytok mondjuk négyen. Igen. Négy. Nemek aránya? Ketten 38 évesek. Ketten 24 évesek. Igen. Van egy szőke, egy barna, egy vörös és egy fekete. Uh-huh. Kettő fiú, kettő lány. Melyik? Igen. Hogy van ez? Nagyon jól, szerintem jól van. Most még jól nagyon van. Jó a két fiú, két lány, ez jó. Mondom, megjön az SMS-ed a szolgáltatótól, elhasználtad havi internetes elővizetésedet. Uh-huh. A 80%-at, 90%-at elhasználtad, már csak 10%. Tehát elérted azt az adott forgalmat. Igen. Amit azt az adott forgalmat. Úgy, hogy mondjuk nem nyúlsz a telefonodhoz. De ugyanúgy felajánlja, hogy vegyél 500 megát ezen uh-huh. a számon X forintért. És most jön a csavar, mert volt olyan történet, amikor ugyanaz az SMS ugyanabban a pillanatban még két vagy három embernek a környezetedből megérkezik. Uh-huh. Hogy hirtelen mindenkinek pont ugyanakkor fogy el a kerete? Csak kérdezem. Na? Ezt most tényleg meg... Tehát, hogy ezt tényleg nem érted? Micsodát? Azt, hogy egy szolgáltató ma Magyarországon... Nagyon sok szolgáltató. Mondom, nem. Ma Magyarországon átlagban mindenkinek kettő előfizetése és telefonja van, még akkor is, ha neked is egy van, meg nekem is. De van, aki már vett 5-öt, 6-ot, 8-at, 10-et. Igen. Az azt jelenti, hogy 20 millió, vagy mondjuk jó, 9 millió vagyunk, 18 millió ilyen előfizetés van, aminek a jelentős része az internetes. 365 nap van egy évben, ha elosztod, akkor az azt jelenti, hogy naponta több, mint mit tudom én, 100 000 előfizetés kötődött meg. Hát miért ne lehetne nektek hármótoknak ugyanazon a napon a forduló napja? Miért nem? Nem érted, mert hülye vagy. Oké. Végül is. Igen. Tehát valaki mondott egy ilyen számszaki érvet, nem. A másik meg vitatkoznék, de nem tudom. Figyelj, gyerek, húzzál már innen. Mi a francot képzelsz magadra? Nem na, a számla vagy. Forduló van ugyanazon a napon, hanem az hogy van internet. Az, hogy egyszerre, nem az internet, hogy van az, hogy egyszerre abban a pillanatban egy társaságon belül négy ember hirtelen ugyanabban a pillanatban használja el egyébként az internetes. Én azt akarom, hogy így beszéljenek velem. Tehát amikor én bemegyek a szolgáltatóhoz, mert én ebből értek, meg különben vitatkozok, de hogyha valaki bemegyek egy szolgáltatóhoz, mi a hónap forduló? Hogy van ez?
mert hülye vagy. Akkor hát, ez nem értem. A hónapfordulóhoz kötött, hanem ez egy adatforgalmi mennyiség. Ja, és semmi köze ennek a hónapfordulóhoz. Mert ezt nem külön van, érted? Összevárja, amíg az adott, és egy SMS-t küld ki egyszerre. Hát nem éri meg neki. És egyben felszólítja azt a lényeg, mert hogy természetesen te megveheted a plusz forgalmat. Hát az benne van az plusz SMS forgalmat, mennyire? Ennyiért vegyél még 500 megát, de ugyanazkor az a négy ember nem internetezett, nem használtad éppen a 3G-det, semmi, senki nem nyúlt a telefonjához, és még 10 emberből 3 mit kaptál? Én is, de fura, egyszerre kaptuk meg, hogy elhasználtuk. Ki, amikor vége van, hát majd mit gondolom, hogy figyeli így a netedet, hogy hopp, most átléptem hát igen, azt feltételezem, hogy én mondjuk, hát használom a 3G-t, és figyeli. Látja, hogy megy az adatforgalom, és ezt csak rám küld, hogy ho-ho, Feri, vége. Vigyázz, mert egyébként a Feri néven van az előfizetés. Kedves Ferenc, jelezzük, hogy ön most 3G-t használ, elhasználta. De kérd csak kérni, csak úgy kérdez. Jézusom, neked is volt valami kis futókaladott, kedves Ferenc, és elfizette neked ezt a pénzt. Hát, annyi mindent kaptak már a sugárbőrdös lányok, hogy én is beálltam a sorba. Egy Porsche Cayenne-ért az ember azért nagyon sok mindent bevállal. Sok kompromisszumnak. Na mindegy, szóval ezt akartam csak jelezni. Ezek csak ilyen kis összeesküvés elméletek. Érdekes. Nem lehet, hogy szolgáltatót bepróbálkozik, hogy hát ha. Én azonnal megrendelem, mert nekem kell a 3G, tehát én előfizetek még 500-ra. Csak aha. Hogy hirtelen, na mindegy. Figyelj, hogyha azonnal megrendeled ezt a plusz szolgáltatást, akkor esetleg nem lehetne, hogy azonnal befizeted a számláidat is? Mert ha már úgyis bemész. Ha már úgyis befogom, de ez nem arról szól, hogy nem akarok fizetni. Jogkövető vagy. Balázs, te még nem tudod, mi az a küzdelem, írja egy hallgató. Még nem harcoltál a napval. Kitartás, úgyis gyenge vagy. Írta egy nagyon szépen köszönjük. Kedves Sebestyen, Balázs, kérjük, egyenlítse ki a 18 év fennálló számlatartozását, mert minusza nem tudjuk megszüntetni a céget, írta a Matáv. Köszönjük szépen. Én úgy jártam, hogy befizettem a számlát, majd rá két hónap múlva kikapcsolták. Egy hónap várakozás után ráuntam, bementem. A csekkel is kérdőre mondtam őket, hogy miért kapcsolták vissza, megnézték a gépbe, azt mondták, hogy nem fizettem be, ekkor eléjük tettem a csekket, majd nem győztek elnézést kérni, és azonnal visszakapcsolták. Aztán én már nem kértem a visszakapcsolást, csak az előfizetésem lemondását. Tehát itt is valószínűleg valamit elnéztek. Költözés miatt hoztam a szolgáltatót magammal áthelyezésen, mindkét címre számláztak, mire beismerték, hogy hibáztak, már bírósági behajtón voltam. Nem volt egyszerű ebből kijönni. Zsolti küldte nekünk. TV-szolgáltató, egy-két napos késéssel fizettem be a számlát, újra kiküldték, nem figyeltem, azt is befizettem, majd jött egy értesítés, hogy ugyan túlfizetésem van, de a késés miatt fizessek be 780 forintot. Duplán fizettem, mégis megbüntettek. Hát azért ezek érdekes, hát. Ezek érdekes dolgok. Én azt utálom, és szánalmasnak tartom, hogy a vevő megkérdezése nélkül megkötik a készülők biztosítás az új telefon vásárlása esetén. Így jártam novemberben, vettem egy almás telefon, majd egy hónap múlva eszméltem rá, hogy van készülők biztosításom, pedig nem is kértem, nem is kérdezték meg, hogy kérek-e. Azonnal bekötötték. Mikor bementem lemondani, mondták, hogy 3 hónapig nem lehet lemondani a készülőbiztosítást. Tehát, hogy automatikusan rákötnek és bejelölik azt az opciót, hogy te kéred. Gázműves harcom van, késedelmi kamat 180 forint miatt. Kikapcsolták a gázt, a számlán a szöveges részbe írták be, hogy utaljam el, holott minden más csekken fizetek, nem olvastam el, 2 hónap után nem volt fűtés, kibekapcsolás plusz 30 ezer a 180 forint miatt. Írja egy hallgató. Hát azért ez is elképesztő. Párom leutalta a számlát, elfelejtették lekönyvelni, kikapcsolták a telefonon, bementünk a szolgáltatóhoz, 17 ezer forintért kapcsolták vissza. Az mondjuk egy kicsit soknak tűnik. Hát a babaszeg benne volt az is, amit nem fizetted be, vagy... 17 ér visszakapcsolni. Igen, 2 éven belül túltettem magam azon, hogy kicsesztette velem a volt szolgáltatom, ti pedig felkészálltátok a parazat, és fél perc alatt újra gajra vágtatok idegileg, rohadjatok meg. Nagyon köszönjük. Együtt egymásért. Mi és ti, hallgatók és a műsorvezetők, milyen nagy család vagyunk. Igen, Balázs, ha igazán törődésre vágysz, hívd a Providentet. Soha nem szabadulsz tőlük. rendszeresen hívni fognak. Áramszolgáltatónál még általányt fizettem, a havi 25 ezer volt, elszámoláskor 48 ezer ráfizetés. Mióta havonta leolvasom az órát, 8-10 ezer a számla, és nincs elszámolásnál ráfizetés. Hogy van ez? Kérdezi Szilvi. De ez is egy jó kérdés. De ennek nyilván egyébként utána lehet számolni, az ember mennyit fogyaszt, nem? Kilovatban áramot, és akkor azért hát, azt ki tudod magam, aztán megvan adva, hogy az mennyi egységenként, és akkor azért azt föl tudod szorozni. Persze, meg elvág, hogyha interneten keresztül havonta diktálod be például a villanyórát, gázórát, már lenne az állásukat, akkor te látod az előző havi lejelentett adatot is. Azt mondja, hogy az elműnél legalábbis. Uh-huh.
Úgyhogy én például a havi bediktálás mellett döntöttem, és én tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Nektek nem fogy el a havi adatkeretetek? Nem? De, nekem nem, a BK-nak mindig. De nem az, hogy évekig jó volt a havi adatkereted, és most egy-két hónapja hirtelen elkezdett elfogyni? És mindig rendelj 500 megát? Nem. Többet netezel. Igen? Van egy csomó applikáció a telefonodon, amit hogyha nem tüntetsz el, tehát nem lövöd így föl, tudod, a képernyőről, nem hatástalanítod, akkor ő automatikusan például információt cserél, adatot cserél, és olyankor megy az internetet. Csak ezt ugye az átlag polgár nem nézi meg, hogyha kettőt nyomsz a nagy gombra alul, akkor kiadja, hogy melyek azok a programok, amik most éppen mennek. Tudom. És ha egy csomó ilyen... Én mutattam tudom, na, van. Hát akkor te tudod, de hogyha tudod, hogy egy csomó ilyened van, akkor ezeket légy szíves, ezeket szépen lőd föl, küldeni. És akkor nem lesz adatforgalmad. Hát persze. Jó, hát csak én még paranoiás. Egy kicsit. Hát nem. Figyeljetek, én az ügyintézés részétől fázom a legjobban. Tehát, hogy én ezért fizetek be mindig mindent, akár egy nappal korábban is, mint hogy kiküldenik. Igen, azért bemegyek a szolgáltatóhoz, és meg kikérem a számláimat, és ott készpénzben be. Ugye, ki is fizetek. Nem, értse meg, 20-án van a számlazárás. Nem, 20-a van, én ma szeretném kifizetni, te egy másik végre. Néha kifejezetten felidegesít, hogy még nincsen diktálási időszak, és én már be akarom diktálni az órának az állást. Beteg vagy. De én attól tartok. Diktálási időszak minden hónap 6-át a 10-ig, te 4-én reggel elkezded őket hívogatni diktálni, és a 8. diszpécser rázza, hogy értse meg, uram, még van két nap. Nyugodjon le! Én hallom ezeket a beszélgetéseket. Én tényleg attól rettegek, hogy bemenni, ügyet intézni, mert sokszor azt érzem, hogy a különböző kirendeltségek meg a központ között, mintha én nem tudom, egy gyalogkakuk, vagy egy lótifuti, vagy egy kengyelfutó, vagy én nem tudom, mi vinni a híreket egy izével, érted? Egy hogy hívják el, egy mappába, vagy egy postás táskába, mintha nem beszélnének egymást, nem kommunikálnának egymást. Ettől félek, mert hiába megyek be az ügyintézőhöz, és hiába kedvesek, aranyosak, jó fejek, imádom őket tényleg, de hogy utána kapok egy hónap múlva egy levelet ugyanattól a szolgáltatótól, hogy fogalmuk sincs, hogy mi történt a diszpécseren, de nem úgy van, ahogy én állítom. Igen, lehet bőven bosszankodni. Na, játszunk egyet, itt van bár is a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggel! Hollé, na itt zsírk. Hú! Ugye? Azt a mindenit. Segíts nekünk, mit mondtál? Night Zsírk. Night Zsírk. Night Zsírk. Krisz. Tó. Nem. Krisztof. Krisz. Majdnem. Krisztián. Krisztián. Így van. Krisztián, hello, jó reggel. Ciao, Krisztián. Honnan hívtál minket, Krisztián? Veszprémből telefonálok. Veszprémből. Na mondom, miből tudsz választani. Állat, híres ember, szólásmondás. Ez van még. Melyik a legkönnyebb? Nem mondom meg. Akkor legyen az állat. Legyen az állat. Jó, na figyelj, indítjuk az órát. Jó, fél percet, de ezt kétszer mutatom. Figyelj, elindult az óra. Nászor a réhev. Uha. Figyelj, mutatom még egyszer. Nászor a réhev. Nászor a réhev. Réhev. Igen, az visszafelé. Réhev. Fehér micsoda? Mutassa még egyszer? Légy szíves. Kivettük a bögrét, figyelj. Nászor a réhev. Csíjes. Nászoró. Fehér. Nem tudom, ez bírka. Nem, nászoró. Hát ez egy orszarvú. Fehér birkasövény lett volna a tippem, de... Fehér birkasörény? Valami ilyesmi. Nem, ilyen fehér oroszlán ez lett volna. Oroszlán. Fehér oroszlán, így van. Igen, igen. A kutya fáját. Ez lett volna. Nem volt egyébként ez annyira könnyű. Így van. Picit hosszabb volt. Hát, belenyúltam, igen. Igen. Latinul albino Leo, ugye? Igen. Krisztián. Azért köszi, hogy játszottunk. Mi is, rövid volt. Hát igen, azt köszönöm. Köszi, jó munkát nektek ott Veszprémben. Ciao. Hello. 4 perc van 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. Az első és egyetlen Morning Show. Garantáltan a legklasszabb dolog az éterben.
8 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. És folytatjuk, szerda van, hát ez egy picit nehezebb nap szerintünk mindenkinek, de túl leszünk rajta, jön a csütörtök, és az már ráfordulás a leszálló pályára, a hétvégére. Igen. Közeledik a hétvége. Balázs is egy picit feszültem ma a kelletinek, tehát hogy... Be kell fizetni a csekkeket, hát, tudod, és akkor értem. Nincs gáz. Jó. De hát magamért haragszom, én értetek haragszom, de az a baj, hogy nem fújtátok nagy a vitorlát. Nem fújtátok azt a vitorlát, amit én fújtam. Hát, ha a szolgáltatók változtatnak. Ez sosem úgy kell ezt felfogni, hogy én ezt magam miatt csinálom. Hát mi itt azért sok ember nevében beszélünk. Én Ferenc vagyok. Nem tudják, hogy ki vagyok. Nem tudják, hogy melyik... Most lázosan elkezdtek keresgélni. Melyik előfizetőnél vagyok. Vagy melyik szolgáltatónál vagyok. Tata környe, Majek, Csákvár, Lovasberény útvonalon, a teljes szakaszon sűrű körben 0 fokban autózhatunk, Kőhányásig több helyen lefagyott csúszós részekkel. Zoli adott egészen pontos útinfót, köszönjük szépen. A Lébényi kihajtónál a felüljáró alól Pest irányában mérnek a rendőrök a körbe bújva, M1-esen van mindez. Jéger Matyi küldte nekünk. 61-es út Nagy Berki beltöletén Kaposvár felől Ibenőket várja a kamerás Eti, Üpszén, ABC papírárus. Aztán Balázs, nem emlékeztek meg Blackről, aki énekelte a Wonderful Life című dalt, hát. Nemrég hunyt el, ezt István küldte nekünk. Én nem hallottam ezt a hírt, viszont azt a dalt nagyon szerettem. Ja. Igen. Tíz napja körülbelül azt hiszem autóbalesetet szenvedett, és olyan súlyos sérülései voltak, szegénként. Hogy most feladta. Ó, én ezt nem is hallottam. Igen. Az a klasszik egyslágeres? Egyslágeres. Lehet adó. Mondani, hát azóta volt. 15 lemezt csinált utána, még 15-öt senki nem tud róla. De ez már csak alibiből, az az egy, az utaltak neki. Édesem, szegény, nem tudtam, csak volt. Tudom, hogy nagyon sokszor hallottam ezt a dalt, és ez egy nagyon szép dal, tipikusan az a generációs élményű dal, amit meghallasz, és tudod, hogy hol hallottad, hol voltál szerelmes, Sóstó, Balaton, nyár, tábor, mert egy 20 évvel ezelőtti... Szénak az a új kígyós, disznó hátán, mit tudom én, tehát... Disznóval. Előtt, mögött. Mögött a szamára, disznó, nem tudom. De hogy ez egy tényleg olyan dal volt, én nem hallottam a hírt, hát szegény, nagyon sajnálom. Talán nem lenne ennyire lassú, még le is adhatnánk, de azért nagyon lassulultam, mindig egy híres előadó sajnos eltávozik, akkor mi aznap, amikor legtudjuk, hát a dalait berakjuk, így volt ez David Bowie-val, vagy Whitney Houstonnal, vagy igen, még amikor Jacko meghalt, ugye akkor kezdtünk a Danobiusba, egész napos Jacko napot tartottunk, de ez egy picit szomorú lenne. Picit, reggelre azért, igen. Igen, de mondjuk a tempó az soha nem volt szempont. De jó dal, az egy jó dal. Az egy nagyon jó kis dal. Azt mondja, hogy... Azt nézem még, mi van. Mérnek a rendőrök az M86-oson, a 87-es kilométernél, a hídon, hegyfalu felé. Ezt Józsó küldte nekünk. Köszönjük szépen. És a 61-es út Nagyberki beltörletére vezető szakasza veszélyes, mert hogy a Kaposvár felől Libbenőket várja a kamerás Yeti. Ezt Szina már elküldte nekünk, beolvastam, de inkább elmondom még egyszer. Gyerekesek! Na! Farsangosok! Fegyverbe! Na, az egyik befőzt, most a másik közül. Elegem van! Mindenki a fene van ezekkel ma. Elegem van! Ma mindenkinek megjött. Elegem van! Van neked gyereked? Ura, van, igen, és van a csekém, és be is szoktam neked fizetni, a gyereknek készítik jelmezt. Na jó, na, hőbörök. Akkor az emberem vagy. Na, az emberem vagy, a jelmezkészítők zászlajára a te arcképedet fogjuk varni. Oh, kik, mindenki azokat a gyerekeket. Az van most, hogy ugye a farsangi időszakot éljük, és egy csomó helyen lehet farsangi jelmezt bérelni. És én tudom, hogy nem mindenki ér rá, nincs mindenkinek kézügyessége, de az, hogy 75 darab ugyanolyan öltözetű királylány vonul végig egy farsangi mulatságon, és 75 darab Buzz Lightyear meg Woody, ugye, ahogy szoktuk mondani, Buzz meg Woody együtt mennek a farsangi felvonulásra, hogy ne engedjük meg, gyerekek. Ne? Hát miért? Le a Woodykkal? Na hát most nem, a Woody-ot csináld meg, hát a Woody. Persze. A kivet tudod csinálja mi? Meg, akinek öt anyja van. Ne, nem, szerintem te a te csinál. Feleséged például meg tudja csinálni, és egy kicsit te is oda kucorodhatsz, mert élménye lesz a gyereknek. Tudod, mit látok? Hogy a kölcsönző előtt síró gyerekek vannak, és akkor anyu azt mondja egy idő után, jó, akkor te is Woody leszel, és kibéreljük neked, ahogy hívják. Vagy most például, most mindenki Darth Vader,
akar lenni, vagy Darth Maul, vagy hogy hívják ezt a csőrös csukát. Az már régen volt, de hogy egyébként igen, ebben igazad van, viszont ez viszonylag egyszerű jelmez, mert a szimplán csak csúnya gyerek, simán lett Kylo Ren. Na, tessék, ugye, meg vagy vele. Hogy ki marad az életetekből az, hogy este otthon ragazdgatsz, rohadtul nem hiányzik. De miért nem? Mert elárultál a szolgáltatónál, úgyhogy nem hiányzik. De én nem árultam. Na, én nem árultam. Tudod mit? Te vagy a hülye. Most jól visszavágtam. Nem mondd, hogy én azért rossz szülő vagyok, mert én nem csinálok jelmezt a gyerekemnek. Nem vagy rossz szülő. Én nem, ha kell, vagy. Kölcsönzök, én nem csinálok. Érted? Tudod, mi a baj? Veletek van baj, hogy azt gondoljátok, hogy a farsang rólatok szól, ha a gyerek kilóren akar lenni, Buzz Lightyear akar lenni, és van másik 100 Buzz Lightyear, legyen Buzz Lightyear. Nekem tudod, mi akar lenni a gyerek? Velociraptor. Érted? Hát most hogy az Istenbe csináljak én Velociraptor? Igen, mert tanuljuk a dinoszauruszokat minden este, és akkor Tyrannosaurus, Stegosaurus, Velociraptor, ezeket tanítom neki, én hogy szerettem gyerekkoromban, és nyilván azt tanulja a gyerek, amit én is szerettem, mindegy, hogy már belealszik. A Tyrannosaurus. A papa, még a Stegosaurusról tudom. A Stegosaurus 65 millió évvel ezelőtt a júrakor. És én nem csinálok neki. Tyrannosaurus, tehát nem, a legjobb. Se Velociraptor, se semmit. Melyiket? Velociraptor jelmezt akarsz? Vagy Tyrannosaurus, hogy Velociraptor akar lenni, igen. De az a mondtam baj, neki, hogy nem, ide megint királylány leszel. Igen, mint tavaly. Apa is mindig az akart lenni. Apád is mindig királylány volt, úgyhogy leszettük a padlásról a régi királylány jelmezt, ha akarod, ha nem, megint király leszel. Na, add ide a körmére, hagyd lakosszam ki őket. Vagy tündér. De szóval az nem, a baj, de. Mert ez nincs türelme. Hogy csináljátok, érted? Akinek öt anyja van. De ugyan 30 darab királylány vonul föl, mert általában az van, hogy például a mi óvodánkban is kivonul egy ilyen jelmezkölcsönzős cég. Megy a biznisz, jókat csinálják. Persze, kitolják a kis ilyen standardeket, amire rá lehet rakni a ruhákat, csak egy sor királylány van. Hát jó, de rohadt drága egy ilyen jelmez, évek kellenek, amíg visszajön. Én nem nyerni akarok ezen a versenyen, én nem presztizselek, én nem akarom, hogy az övé legyen a legjobb, vegye föl, ami tetszik neki, elmegyek, megveszem, 3000-ért van ilyen királyjelmez, nem tudom, vegye föl, menjen be, ha vettől boldog, és jól érzi magát. Tudod, mi van a sok hülye presztízselő szülő élete álmának gondolja, hogy majd most megnyerek a gyerekkel a farsangot. De nem azért csinálod, élete versenyének gondolja a farsangot, és azt hiszi, hogy most kislányom oda kell pirítani, most meg kell nyerni, most nem olyat vágjok neked, érted, és olyan nem tudom, mi lesz. Halló? Nem azért csinálod, hogy meg... Kikapcsolták a számlám, és kicsit nem azért csinált, hogy megnyert, hanem hogy csináld a gyerekkel a mondja dolgot. Mondja ezt a Feri, aki valószínűleg úgy megy be egyébként az oldalába, hogy ki lesz a második, harmadik? December 24-én ülnek a falat, és csinálják a februári jelmet. Most ő Darth Vader akar lenni. És van egy ilyen maszkó. De biztos, hogy a Darth Vader, mert te nem ismered a szorít, vagy az újra kiló nem, nem, Darth Vader. Darth Vader. A vödör Darth Vader. De fiú volt, tudom, de még a menő, és panna lány. Tehát a menő Darth Vader, vagy pedig Darth már a lefutott kategória. Mert a lefutott kategóriához elő kell venned azt a kis gázégődet, tudod, ami az, hogy hívják, igen, amivel a krém brülének szokta a tetejét megpirítani, mert hogy kell a ráolvat maszk a gyerekre. Igen, de hogy nem böllér, vagy mit tudom én. Az tavaly volt, és az a már nyert. Panna, disznóvágás. Jó, legyél disznóvágás. Az a már tavaly nyertünk, tudod? Tavaly a böllér. Ki volt a legjobb böllér? Panna, így van, egy kés volt az oldalán, fehér köppenye volt, vérfoltokkal. Cigivel a fülemőt. Hát meg pörzsölőt húzta maga után, ami működött. Egy működő pörzsölővel ment a gyerek azonban. Csak az volt a baj, hogy valaki rákiált. Na, hát te még minden költözél. Semmi között. Hol a zsűrű? Ellen Ripley nem böllé. Én azt mondom, hogy a gyerek legyen boldog. Nekem ez nem önmegvalósítás, hogy én ezt most, ha akarja, megcsináljuk, de ha akar és neki azt tetszik, és látod valamit a boltban, akkor legyen. Most én nem állok neki fehér lepedőt szabni 4 napon keresztül. De miért nem? Hát a jó program, összecsiszolódtok, dumáltok közben, tömitek ki a Tyrannosaurus Rexnek a fejét. Figyelj, akkor fehér lepedőt szabnál, akkor az a gyerek nem Tyrannosaurus akar lenni, hanem mennyasszony. Mondom, hogy az lesz. Fehér lepedő. Fehér lepedő, koronát a fejére, és hosszú működnek. Hát én is ezért vagyok most meghasonulva, mert ugye a gyerek nem akar most jelmezt csinálni, hanem azt mondja, hogy ő be akar öltözni a kész jelmezbe. És én mondom neki, hogy az nem jó. Jó, az szánalmas, csináljuk, gyere.
Így van, de a gyereknek van különösebb kívánsága? Tehát, hogy szerintem nincs. Valószínűleg csak azt akarja, hogy nem akar pupos lenni, mint az apja. A púpom, mert hogy jön ide az én púpom? Fordíts, mert most ez az aktuális. Érted, a Darth Vader, halálosan könnyű, tegyél egy bográcsot visszafele, nálad van az erkém, négy bográt. Az így igaz. Egy fekete köpeny, meg adjál neki egy mű lézerkardot a kezébe, azt kész van. Nagyon nem? Jó, látod. De várj, kell neki valami maszmi, valami rostély tegyél elé. Egy tésztaszűrő. Egy disznósajtot fesséle, feketére vágjál. A disznósajt nem jó, a disznósajtot megesszük. Vágjál rá két lyukat, tegyél egy bográcsot a fejére, úgy könnyű. Nem azért van. Hogy csinálsz Velociraptor? Vagy Tyrannosaurus? Vagy, hát vagy sem, megformázod. A fejét megformázod, a lepedőből ki összevarjátok, vikivel szájat neki. Megvan az, hogy ilyen kis gyűszűvel ott izé, az ujjamon, kis izé varogatok. Meg is folyik a vér. Azt látom maga. Azért az várd meg, amíg ilyen lepedőből Tyrannosaurus varog. Jó, hát együtt dolgozgatok, csináljátok, aztán tök ideg leszel, bevágod az egészet a kandallóba. Fölgyullad. Nálatok ez ilyen nagy harc, nem? Meg kell nyerni. Tehát úgy mondod el, hogy, úgy engeded el, hogy haza ne gyere másodikként. Tehát, hogy itt csak nyerés van. Nem engedem el, megyek vele, és viszem a... Mikor lesz? A farsang? Nem tudom, pontosan én csak csinálom, én csak tudom, gyártok. Te minden évben gyártatok, már januárban elkezditek. Hát jó, igen. Az, persze. És ilyen rácfele volt, hogy szóba se jöhet, hogy ugyanaz legyen, mint tavaly, vagy tavaly elő. Az amatőr. És ja. Még olyan se lehet, hogy ha panda volt egyszer, akkor az somos. De nálunk például nem választanak győztest. Nálunk nem választanak győztest. Jaj, a demokratikus. Idén mi? Te vagy Sama, Maja a méhecske. És? Nem. Hát ez miért nem? Tanulja meg azt az oldalt. Ez tök jó, hogy nincs győztes. Én azt szeretem, hogy nincs győztes. Ha egyet kiemelsz, a többi meg semmi. Jó, ha nem győzhetsz. Ha nem győzhetsz, akkor győztes se legyen. És megpróbáltam megverni az óvónőket. Nem sikerült. Vagy mi győzünk, vagy ne legyen győztes. Az óvoda vezetőt, az sem sikerült, mondtam, hogy jó, akkor viszont aláíratok a szülőkkel, hogy ne legyen győztes. Nem, de azt mondja az óvoda, hogy minden gyerek győz. Tehát, hogy nincs az, hogy egyet kiemelünk, és akkor Pistike ott áll lovaként, és sír, mert nem ő nyert. De nem, senki akkor nem győz. Tibike pedig királylány, és nagyon boldog, mert az apja megvette el. Az gyerekek életben is lesznek, igen. Már a gyerek győzni akar, szebb homokvárat akar építeni, gyorsabban akar menni a biciklijével, mint a többiek. A gyerek az győzelemre játszik, és aztán majd az életben, amikor vannak ugyanolyan emberek, akik elindulnak egy munkáért, és egy valaki győz, akkor majd ott is azt fogja mondani, hogy az oviban állunk, nem így volt. Hát igen, mindegy, vannak más módszerek is, tehát egy homokvárépítő versenyen is lehet valaki azért győztes, mert valahogy, hogy nem a többiek várát elmosta egy vödör víz, vagy esetleg szétrugdalta valaki egy apuka Feri bácsi. Nyilván megy végig, és letapos a homokvárakat. Igen, bemásznál a kis ablakon, vagy a nagy ablakon, vagy a bemenni az ajtón, és akkor amíg ott a többiek, mit tudom, hogy pipilni vannak, akár egy picit, megjavítanád a többiek jelmezét. És akkor most Darth Vader? Hát most kezdek föladni, vagy kezdem föladni, mert ugye egy ilyen Darth Vader maszkunk van, azt kapta karácsonyra, és azt mondja, hogy ő abba akar menni. Én megmondom, hogy abba nem megyünk, hanem csinálunk jelmezt. Nem ilyen műanyag vackot nem teszünk magunkra, legyártjuk, leülünk szépen, és megmondja, hogy nem, apa. Most megnézem, hogy régi CB rádió volt. Igen. Ugye? Egy ilyen kiki helyett mokító kivalott, izé. Milyen jó ötlet. A szájába teszette, meg a kocsiból huhogsz neki majd. Ő csak benyomva tartja, te meg a kocsiból nagyon csinálod a légzést. Hát nem tudom. Ne akarj bennem lelkiismeret furdalni. Kezd el, ma este kezdjétek el a Velociraptort, és megnézzük, hogyha... Bocs, nem, ne kezdj el semmit. Úgy nézek egy mint aki ma este Velociraptort érted. Én ma ülősztrájkba kezdek a szolgáltató székháza alatt, leülök, és mesztelen tüntetésbe kezdek éjségsztrájkkal összekötve, amíg nem kapcsolják vissza a telefonomat. Lehet. Fia, felkarját el kell kötni a gyereknek, picit rövidebbek legyenek a karjai, és felrakjátok el az anya műkörmeit, már félig megvagytok. Na, ennyi. Az anyának nincsenek műkörmei. Mi van a púpoddal? Jól van, köszönöm szépen. Tegnap már voltam egynél, aki megnézte. Azt mondta, hogy az van, hogy most azonnal vág. Szívesíts be, és kilátott rá. Ugye csak valaki nem tudná, ugye Feri elmondta, hogy aggódik, és vigasztaljuk kicsit meg, illetve nyugtassuk meg, mert egy szörnyű púp jött a hátára, nem tudja, hogy mi az, és szeretett volna tőlünk megnyugtató szavakat hallani. Hát nem, hogy megnyugtattuk, elmondtuk neki, hogy késsel fogják felvágni, mi lesz belőle, és ez egy tájog, amiben van tokosodva, elmész, megmetszenek, és kinyomják belőle a cuccot. És ez a napról napra egyre nagyobb egyébként.
egyébként. Van, egyre vörösebb, egyre lüktetőbb, fúj. Néhány kolléga már bejön és ráakasztja Feri hátára a kabátját, mert azt hiszi, hogy fogas. Ilyenkor a fogas megmozdul, és akkor az egész egy a Feri. És úgy volt, hogy már elmész orvoshoz. De már tegnap elmentél akkor? Egyhez már tegnap, ma megyek a másikhoz. Az én... már vágta volna? Nem, a hátába állított volna egy vakondriasztó. Nem, úgy van, hogy fölnyitják, és akkor elkezdik itt, és vissza kell járnod, és miután ez begyógyult, maga a gyulladás elmúlt, akkor újra fölvegye az egészet, és kiveszi a tokot. Konkrétan kilázott a hideg. Mert benne felejtett valamit. Igen, kiveszi a tokot? Igen. Még ott már? Mert van egy tok benne. Miért a tokban van a pup? És azt mondta, hogy semmi baj, csak ezt ki kell vágni. De előbb fölvágni, előbb kitisztítani, visszajárni többször, begézelni, bele gyömözkélni gézeket, és utána, amikor begyógyult az egész, akkor újra fel. És ma történik meg a meccés? Nem, majd másikhoz megyek, én egy óvatos duhaj vagyok, mert tegnap végül is vele arra jutottam, mert ő már vágott volna, mondtam, hogy azért ez nem úgy megy, van-e más, most mondta, hogy van egy olyan, kell kezdjük kenegetni kenőssel. Hát, ha megnyugszik, a gyulladás lemegy, és akkor egybe kivesszük. Aha. És mondtam, hogy én ezt preferálom. Na, ebből a hát, ha megnyugszikból, ebből lesz, tudod mi? Majd igen, hónapokon keresztül fogsz járni, és a vége meg már akkora lesz tényleg, mint hogyha egy hátizsákot vinnél. És akkor ma megyek egy másikhoz, aki kíváncsi, hogy mond-e valami alternatívát, vagy ő is ugyanezt. Mert akkor megyek vissza az elsőhöz. Na, akkor viszont elmész, és akkor meg. De most kell egy problémára két embert megkérdezel, hogy bemész az elsőhöz, és azt, amit mondasz, megcsinálod? Hát, én a radikálisabb vonal híve vagyok. Metszeni, üríteni, öblíteni, összevarni. Újra vágni. Na nézzünk gyorsan még egy-két esemény, mit szóltak a hallgatóink a farsangos témához. Kinek mi a véleménye arról, hogy mi akar a gyerek lenni, te mi akarod, hogy mit akarsz, hogy a gyerek legyen, és hát hogyan találkozik a kettő. A lányom mind a 8 farsangon beöltözött saját készítésű jelmezbe, mind a 8-at megnyerte, volt madárijesztő szúnyog, indul a bakterház, kombinó villamos, ilyenek leszünk 20 év múlva, az összes élményről szólt, Busman küldte nekünk. Az én gyerekem iPhone-nak akart öltözni, nem mondtam volna neki, hogy rosszul lett, de állandóan foglalt volt. Ez mikroszkóp színpadra született az apoén. Feri, legyetek puputevék a gyerekkel együtt. Bent küldte. És megjöttek dromedári. Igen. Teljesen jogos, Feri, én a gyermekemnek 2 teljes napon keresztül vartam a Csillivilli pillangó jelmezt, mert ő kérte, és amikor kész lett, elsírta magát, mert meglátta a TV reklámot, és azóta jéghercegnő akar lenni. Az én fiam mentős akart lenni idén, a judo nadrágját befestettem pirosra, vettem és vartam rá fényvisszaverő csíkokat, az egyik fehér tesi pólójára textil festékkel előre keresztet, hátulra ambulance feliratot festettem, remegett a szemem, mire végeztem, de az eredeti terv szerint nagy feszültségű villanyoszlop akart lenni, úgyhogy végül is ez a verzió felüdülés volt. Mondjuk a nagy feszültségű villanyoszlop, az zseniális. Az nagyon jó, nagyon jó. Beti küldte nekünk. Az tényleg, az hogy néz ki? Hogy egy ilyen stilizált kábeltól, vagy lóg le róla. Igen. Apa, én egy sír akarok lenni, farsangod, de kisfiam, nem lehet sír, mert tavar kislánynak öltöztél, és tudod, bolond, aki sír egy lány után. Jézus! Jó. Jézus. Jó. Atya, úristen, de fáradt. Szerintem meg fulciki volt látni, mindenki a kölcsönzős ruhában volt, én meg valami full karton, vagy össze-vissza vart gagyban. Írja ezt nekünk valószínűleg egy gyerek, amiben ez megmaradt jobb egy fara. Neurálgikus pontnak, hogy mindenki csillivilli ruhában, ő meg ötlát egy ilyen karton doboz. Ugye mi jó, hogy együtt csináltuk meg. Apa, anya és te együtt. Ne. A két szülő nagyon boldog, te meg rommáig, szóval mindenkinek csillivilli a jelmeze. Igen. Az otthon készített jelmeznél nincs jobb ide. Egy hallgató, 20 év múlva jókat lehet rajta röhögni. Nálunk már készült az ördögi angyal jelmez. Egyelőre egy dalmatára jobban hasonlít, de jó lesz az. Évi küldte nekünk. Egyszer voltam piroska a farsangon, ha agyon verem anyámat, akkor se tudja megmagyarázni, miért öltöztetett annak. Üdv Balázs! Azért az elég komoly tarog, mászott piroska, egy kis kosárkával, egy kis mézecskével, nem? Egy üveg borral a kezedbe, hogy te vagy piroska. Szóval azért, miért öltöztetett az anyád piroskára? Nagyon. Azért ez a farsang kicsit a mamáról akkor szól, nem? Egy pillanat alatt megáll a levegő, nem? Igen. Menj, és akkor jöjjön Balázs, aki ma piroskára költözött. De... Jézus Isten. Na jó, hát már más idők járnak. Igen, könnyen beszéltek, az én fiam radiátornak akar öltözni. Na, az nekem tetszik például, az szimpatikus. Igen, ez az, Feri. Én egy R2D2 jelmezt készítek a lányomnak. Azt mondjuk megremegnék én is. Azért az... Azért a Darth Vader-rel te még mindig. R2D2. Hát, de igen, de itt is azért jól el kell készítenem, hogy rákérdezni. És te minek öltöztél? Villanyboilerre? Nem, R2D2-ra. Akkor jobb.
Boilernek jó, de tudjuk meg. Én jövőre Feri leszek a farcsangon. Üdv a pup. Nagyon szépen köszönjük. 9:30 volt. Pontosan 2 perccel. Nem sokára mutatjuk a beugrót a hármas ugrásra, úgyhogy mindenki füleljen, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Morning Show. De gyorsan lett ennek vége. Ennek a kis jinglenek. Itt vagyunk. 3:49 múlt 2 perccel. Lesz. Van. Majd. Volt. A körül. Láttad a Lajcsi interjút tegnap? Nem. A végét, az utolsó 2 percet. Hajdúnál? Csíptem, elfelejtettem, akartam nézni, de az utolsó, és aztán eszembe jutott, de csak a vége. Vége lett meg. Jókat mondott, te végignézted? Nem, csak belenéztem. Jókat mondott. Szembetűnő, hogy számla befizetése megyünk. Hát adjatok már, jó van, intézem. Jöttem egy esős. Kedves fel. Szembetűnő. Nem, hogy mennyire, hát nyilván mindenki tudta, hogy azért az ott bennem egy wellness szálloda, de hogy... Megöregedett. Igen, azért nagyon kemény. Nagyon sokat fogyott, és a fogyáson kívüli látszik, az a meggyötörtség látszott rajta tegnap este, az, hogy így mérhetetlenül kemény napok vannak mögötte. Akárhogy is nézed, lélekben, testben, mindenben, de nem látod a szeretteidet. Ha igazak a vádak, akkor azért, ha nem igazak, akkor meghurcoltatás, szóval, hogy kemény dolog lehet. Hát még mindig nyomozati szakaszban van a dolog, tehát nincs igazából vád. De én ezt nem értem, hogy akkor miért engedik úgy... ki? Nem, mert az előzetes nem indokolt. Aha. De ha nem befolyásolhatod a tanukat, vagy nem áll fenn az elrejtőzés veszélye, vagy a nyomozás befolyásolása, aha, akkor elvileg kiengedhetnek. Hát van az előzetesnek is egy maximális ideje, ameddig bent tarthatnak, de hát az jóval több, mint amennyit a Lajcsiben volt. De hát te védekezhetsz szabadlábon is. Tehát ugye előzetesbe te akkor kerülsz, ha eltűnhetsz, ha befolyásolhatsz, ha megbeszélhetsz tanukat. Tehát és ezek most elmúltak? Kérdezem. Nem, a bíró megállapítja, hogy ugyan még nincs vádemelés, ugyan még nyomoznak, de nyomozati szakaszban van a dolog, de mivel te nem tudod befolyásolni a nyomozást érdemben, ezért kiengedhetnek, és szabad lábon készülhetsz arra, hogy majd a vádat emelnek, és tárgyalási szakaszba lép az ügy, akkor a kiszabott büntetést meg kezd letölteni, ha már ítélet van, vagy védekezzél, vagy első fok, másodfok. Tehát ez az előzetes az ugye. Oké, de 180 napig, nem tudom, eddig... A 120 szeptembertől. 120 napig vizsgálták azt, hogy a Lajcsi nem tud megvesztegetni valakit. Tehát érted? Az a bajom, hogy bent volt nagyon 120, sok a kérdője. Hogy akkor vagy ne tegyék börtönbe, hanem áll fönn ennek a veszélye. Ha meg böribe van, vagy előzetesbe van, akkor most miért engedik ki hirtelen? Nagyon sok a kérdője, igen. És érdekes volt, hogy elmondta, hogy tartották bent. Hogy úgy vezették végig, hogy mindenkinek háttal kellett, hogy mindenkit elfordítottak, hogy senkivel nem érintkezhetett, tehát hogy még ott bent is abszolút kiemelten őrizték, és nagyon fura az egész. Egyébként megmagyarázható. Mert ahhoz képest az a vétség, amit elkövetett, hát szóval nem indokolná. Igen, nem indokolná ezt. De hát lehet, hogy ez a jövő, és akkor már számla be nem fizetések után is esetleg. Viszik mi csukjában az embereket. Én azért nem lennék nyugodt. Nem, ugye, benne a dologban az az érdekes, hogy Lajcsi azt mondja, hogy valakinek a tyúk szemére lépett. Na most akkor ez további kérdéseket vet föl. Ugye? Tehát az igazságszolgáltatás, vagy a nyomozás, vagy a rendőrség, vagy az, hogy téged bevigyenek, az csupán attól függ, ha te valakinek a tyúk szemére lépsz. Hát ha elég nagy ember, akkor ezt el tudja intézni, ezzel ugye azt sugalta a Lajcsi. Tehát ezzel tulajdonképpen ezt mondja, hogy lehetsz ártatlan, vagy ha nem követsz el semmit, ha akarnak, akkor bárki ellen bármikor találnak valamit, ha valakinek mondjuk megsérted az üzleti érdekeit, jó, és én ezzel szemére pont ugyanúgy vagyok, mint nem bizonyosodott, de ellene mindig semmi. Vádakkal is ugyanúgy vagyok, hogy így persze a Lajcsi azt mondja, hogy valakinek a tyúk szemére lépett. Miért mit mondjon? Tehát, hogy most ezt kitalálta ki, úgymond. Ki tudja, vagy igaz, vagy nem igaz. Hát most érted, védekezik, ahogy tud. Próbálja magát kimosni, és próbálja megcáfolni a vádakat. Érted. De most hogy... még az áramlopás, meg a gázlopás, meg a izélopás, az még mindig nincs alátámasztva? Nyomoznak, hát még nincs vádemelés, tehát akkor aha, az még mindig nincs, ha vádemelés nincs, akkor azt mondja, hogy nyomozás van, vagy még nincs elég bizonyíték, vagy még bekértek kiegészítéseket, nem tudom pontosan, hát nem vagyok ügyvéd, aha, de hát még mindig nincsen vádemelés. Én csak kérdezem, hogy akkor azért ezek érdekes kérdéseket vetnek föl, ha mondjuk a Lajcsinak igaza van, nem? Hogy bizonyos érdekkörökben, ha te valakinek a tyúk szemére lépsz, akkor az a valaki az el tudja intézni, hogy téged bevigyenek, hogy téged bent tartsanak, és egy adott hónap időpontban, amikor te már nem tudsz tyúk szemére lépni, nem tudsz ártani, vagy már nem tudsz egy bizonyos ügybe, ügyletbe beleszólni,
akkor téged kiengednek. Tehát akkor ilyen alapon holnap érted eljönnek, én ma mondok valamit, és az valakinek nem tetszik, akkor holnap után engem bevisznek. De keressetek, jó? Én mindig azt mondom, eltűnök, keressetek. Jó, nincs öngyilkos szándékom, nem. Szeretem a családomat. Jóba, vagy nem jó, jó a házasságom, tehát én, ha eltűnök, sok haragosom van, én azért sok mindenkinek szólok be a műsorba, keressetek. Ne higgyétek el a búcsúlevelet, ne higgyétek el azt, hogy ha hátrahagyok majd egy saját kézzel írott valamit, nem tervezek. Ez mondjuk az első az, hogy elmegyek és dörömbölni fogok a garázs ajtótokon, mert ugye már elég horror sztorit hallottunk arról, hogy hogy nyílik, meg hogy nem nyílik. Szerintem simán bezárod magad. Ha mögötte, igen. Mondjuk kézzel leír búcsúlevelet, mert azt nem tudjuk elolvasni. Ha ezt a levelet... Jani, mit ír? Mi van vele? Ha ez a... Nem látod, hogy nem le kele ma? Levelet olsánta, olvassátok, keressetek a... Nem mindegy, szóval... A mi? Hol? Strezlila utca. Strezlila utca. Hol van ez? Szlovákia? Hát kemény. Tényleg visszatérve az alap történet. Hát igen, ijesztő. Nagyon kemény. Igen. Hogyha emiatt meg lehet, ha van vaj a füle mögött, akkor azt nem értem, hogy most miért lehet. Na de ha mondjuk lopod az áramot, mert van mondjuk lopod, oké, vagy nem fizeted be, vagy tehát hogy azért itt hallasz durvább dolgokat is, és azért valaki nem megy be 120-130 napra börtönbe, hanem befizetik, megbüntetik, be kell fizetned az ami fennáll, a tartozás, plusz a büntetés, stb. Hát ugye nyilván függ attól, hogy ez milyen mértékű volt. 5 millióért loptad, 20 millióért, 50 millióért, 100 millióért. De hát ez se bizonyosodott még be egyelőre, hát tehát nem konkrét a dolog, de hát azért ritkán hallott, hogy valaki ezért lerohan a tek, és beviszi. Kezed lábad összekötve is, hogyha a feleséged hajnalban ezért elvisznek. Szóval ez egy érdekes. Kicsit fura a túlreagálás. Hát, érdekes történet. Mindenféleképpen. Igen, ilyen értékes mostanában az energia. Tessék? Az energia ilyen értékes mostanában. Ugye. Na, drága hallgatók, mindjárt megmutatjuk, hogy mi lesz a hármasugrásban, de előtte egy jó témát vezetnénk csak fel, aztán majd a hírek alatt jöhetnek az SMS-ek, mert egy érdekes témára bukkantunk, és szerintem sokan jártak már hasonló cipőben. Ugyanis egy arab férfi rájött arra, hogy a felesége hosszabb időre elutazik külföldre, és teljesen banális a történet, semmi más nem tett, mint hogy megnézte a telefonját, és a telefonban a képek között meglátta a felesége esküvői fotóit, de nem ő volt a vőlegény, hanem egy teljesen ismeretlen ember volt a vőlegény. És ez egy baromi érdekes, mert nyilván nagyon sokan jártatok már abban a cipőben, hogy amikor megismerkedtetek valakivel, és most nem arra gondolok, hogy tudtad meg a feleségedről, a barátnődről, hogy megcsat, mert azt a témát már nagyon sokféleképpen sokszor feldolgoztuk. Viszont azt még nem, hogy a kapcsolat megismerésé, a kapcsolat beindulásánál ugye mind a két fél próbálja magát jó színben feltüntetni. És vannak olyanok, mániákus hazudozók, mind nők, mind férfiak, akik valami bődületesen nagyot mondanak magukról, ami aztán vagy az együttélés alatt, vagy pár randi után, vagy egy szomszédtól, vagy egy barátnőtől kiderül, hogy egészen biztos, hogy nem úgy van, nem az az illető, nem az, akinek mondta magát, és nem azt csinálja, amit mondott. És ilyen nagy leleplezéseket keresnénk mi majd a hírek után, amikor is először szembesültetek azzal, hogy a szívetek választotja, vagy egy randin, egy pasi, vagy egy nő, nem orvos, nem ügyvéd, négy gyerek van, felesége van, azt mondta, hogy cingli, és láttad a másnap a játszótéren. A szabadúszó üzletember titulus. Elmentél randira, és azt mondta, hogy szabadúszó üzletember, kiderült, hogy bérgyilkos, és embereket alapoz be különböző újépítésű társasházakba. Tehát mik voltak azok a nagy leleplezések az életetekben, amikor rájöttetek, hogy valaki egészen másnak adja ki magát, ez leginkább szerintem kapcsolatbeindítás, vagy beindulásánál áll fönt. Ez az élethelyzet, nem? Amikor megismerkedsz valakivel, nem tudsz róla semmit, és jönnek a nagy vetítések. Nagyon-nagyon akarsz imponálni. Jobb fényben akarsz tűnni, mint amiben vagy valójában. Ennyi, nyilván hamarabb összejön a csajja, a gondol. Jogász vagy. Így van. Három diploma. Diplomás vagy, teniszversenyző vagy, rózsadombollak, szerintem, ugye mindenki sokat vetít, vagy mindenki nagyon vetít. Hanem mély hátizom.
Igen. Nagyon mély. Igen. Hátasztál a speciális munka kellett. Hátasztál a lehúzógépen és bedurant a hátad. Igen, emeztél az emezőpadon, ugye? És egy eddig nem ismert izom bedurant, azért van pupa hátadon. Tehát ilyen nagy leleplezéseket írjatok meg nekünk, és ilyen nagy rácsodálkozásokat keresünk, mert szerintem ez sok emberrel megtörténhetett. Ugye egyébként aztán kiderült, az arab ember utána született egy közös gyerekük, de hát meglátta a feleségét, és nyilván szétmentek, nyilván ugye ott hagyta az asszonyt. De tényleg mi most nem azokat a pillanatokat keresik, amikor rájöttél, hogy megcsalnak, és belenéztél a férjed telefonjába, és láttad, hogy a Maldív szigeteken mulatja az időt a szeretőjével, hanem amikor először szembesültél azzal, hogy az a valaki, akiben már talán kicsit kezdtél bele szeretni, és érzelmeket táplálni irántad, nagyon más, mint akinek te gondoltad. Jó, úgyhogy ezt írjátok majd meg nekünk, mert ezzel fogunk foglalkozni. Ezek nagy leleplezések szerintem. Amikor valami nagyon nagy, hát valami nagyon nagy dolog derül ki. És valami nagyon más. Összeomlanak az ábrándok, amiket tápláltál mondjuk az illetővel kapcsolatban. Ez szörnyű érzés lehet. Igen. Úgyhogy ezzel foglalkozunk. Gyorsan megmutatjuk a hármas ugrásra a beugrót. Jó, nyilván sokan játszanátok, úgyhogy figyeljen mindenki. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Gyors volt. Még egyszer? Na, legyen még egy. Én ezt bírom. Ez nagyon kemény. Én ezt bírom. Jó, küldjetek el nekünk, hogy mit hallottunk. Kettő darab dalcím, szokásos módon, vagy kettő darab előadó. Jó? Ami könnyebben ment. Ez most elég nehéz. Ez nagyon. Ez most nehéz. Jó, küldjetek, hogy mit hallottunk. SMS számunk 06-745-00-00, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 9 perccel. Hello, drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk a Klasszon, folytatjuk az utolsó egy órát. Kitartás mindenkinek, aki dolgozik. Köd van, és szerda hát... Van. Szerda van, így van. Ugye köd után jön a szerda, tehát ez abszolút így van. Jogos. Jézusom. És hát jön a melegedés. Jön bizony, jön, egyre melegebb lesz. Vasárnapra már 9-10 fokot mondanak, jövő héten 13-14 fok lesz a csúcshőmérséklet. Úgyhogy fronthatás lesz, mindenki meg lesz őrülve, készüljetek, ez januárban nem természetes. A szandálokat, kaprikatyákat. Talán picit erős a szandál, de ha valaki nagyon bír és nem felfázós, az bepróbálkozhat egy szandállal is. Lesz ennek még bőtje. Lesz ennek még bőtje, ugye? Drága nagymamám mondogatta, mindig lesz ennek még bőtje, mert hogy utána jön majd az Üljön át egy másik autóba című hóviharos történet márciusban. Elfagy a rügy, ugye? Ugye? Nem ugye? Lesz termés. Nem lesz termés. Nem lesz pálinka. A gyereknek gyümölcsre felnőttnek pálinka. Ki hogy gondolkodik? Igen. Nem lesz jó kis pálinka. Vár férfiaknak pálinka. Bizonyám. Úgyhogy jön a mereg. De ma elviselhetetlen az időjárás egyelőre. Fronthatás van, és hát egy latyakos, szötymörgős az idő. Gyorsan egy-két közlekedési hírrel mennénk tovább, ha nem bánjátok. Ó, mondjad, tegyed. Szerettem volna. Az M1-esen Bécs felé a 142-es kilométer könél a híd alól mérnek Edina. Köszi, hogy elküldted nekünk. Szolnoktól Karcagig a 4-es úton max 100 méteres a látó távolság a sűrűköd véget. Zaporó zsetces Pityu küldte nekünk. Az M7-esen a Pest felül érkezőket fotózzák a 132-es kilométernél, üzente Őzike, valamint volt még egy baleset, azt gyorsan megtalálom. Azt mondja, hogy igen, nem, filmforgatás van, Éhezők viadala, ez az M3-ason, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, a Rekettyés és Pihenőnél, vagyis ott is trafiznak. És az M1-es Lébényi lehajtónál a Monsó-Magyaróvár felé szintén trafi, valamint az Ecseri piacnál készülődnek az útépítők valamire, az M5-ös bevezető emiatt torlódik, már majdnem a nullásnál van a sor vége. Szervizes Józsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Én már ezer éve nem láttam az utakon zaporos ecet. Hát tűnnek el a kispolszkik, a trabantok, igen, néha meglátok egy-egy kispolszkit, és egy nagyon nosztalgikus élménnyel felkeltek, hogy de jó, hogy még látsz ilyet. Pár évben még azért volt néhány. Abszolút kezdenek eltűnni. Trabit már nagyon ritkán. Warburg Lada. Mondjuk a zaporos ec az olyan, hogy hangról is felismersz, hogy közeledik, vagy ott van. Ó, kis zsebe oldal, de szerettem. És irgalmatlan hangja van. Igen. Tegnap megint letolottam a hajam, gyerekek. Akartuk is dicsérni, milyen jó sikerült. 1800 év megcsinálták. Ezért? 1800 év. Fogtak egy nullásgépet, megint letolták. Olyan jó.
Annyira jó. Már ilyen pumukli fejem volt. Kezdte pumuklisadni, úgyhogy újra letolattam. És akkor csak így besétáltál valahova felelőtlenül. Be, hát ott az üzletközpontban mondtam. Bementem, és... Jó, mondjuk ezen a frizurán az a jó, a több jó... Mondtam a kislánynak, segíts rajtam. Igen, nem lehet hibázni benne. Kész. Nagyon, nagyon klassz. Így van, ezt nem tudják elrontani, gyakornok is lehet az illető. Igen, nagyon aranyos volt, nagyon jó dumáltunk. Na, azt mondja, hogy ugye egy arab férfiról beszélgetünk a hírek előtt, akinek feltűnt, hogy a felesége hosszabb időre utazik külföldre, ezért ugye hát a szokásos forgatókönyv alapján megnézte az ő telefonját, és kiderült a telefonban a képek között, hogy a felesége esküvői fotói néznek vele szemben, és hát nem ő volt a vőlegény, hanem egy ismeretlen, azért ez elég nagy. Te szépek vagyunk, hey, hello! Úgy de lefogytam, úgy de slank vagyok. Hová tűnt a bajuszom? Igen, kérdezte ez az arab férfi, és hát először az volt az ötlete, hogy megöli a feleségét, nem de a közös rossz. Gyermekük miatt ezen... egyébként barátságos. Olyan kicsit arabos. Keleti népeknél előfordul ez a fajta. Meggondolta magát, és hát megcsalta az asszony, szétmentek, de nem bántotta a feleségét. És ugye arról beszélgetünk már a hírek előtt, hogy milyen durva arconcsapás lehet az, amikor az ember valakivel randizik, szerelmes lesz, belép, a kapcsolat még az elején tart, de kiderül valami olyan, amire az ember nem is gondolt. Mondjuk, hogy egy feleséges férjbe szeretett bele, akinek családja van, vagy akinek gyermeke van, vagy nagyon sok nő, de inkább férfi szerintem hazudik magáról, hogy ő ilyen vagy olyan pozíciót tölt be különböző munkahelyeken. Ilyen háza van, ilyen konditerme, ilyen autója. Tehát kiderül, anyagi hogy... helyzetről igen, szép hazudni. Az anyagi igen. Helyzetek, helyzetéről is sokan hazudnak. Igen. És hát... nem rendelensen túlfejlett az egyik szerve, hanem Ladyboy. Például ezt is kiramadhatjuk, hogy egy gumipókkal hátra kötötte, és igazából férfival van dolgot, csak nem zuhanyoztatok együtt, és ezt nem vetted észre. Szóval kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi olyan, hát hogy is mondjam, váratlan pillanat esemény volt a ti életetekben, amikor valami olyat tudtatok meg a párotokról, amit addig nem sejtettetek. Nyilván nem azt, hogy hát most félrelép vagy viszonya van, hanem amikor más mondott magáról, mint aki valójában. Nagyon érdekes SMS-ek jönnek, és a tendencia az, hogy azért inkább a palik lódítanak. Tehát inkább a pasik azok, akik mást mondanak, mint a valódi élethelyzetük. A nők kevésbé. Kompenzálni akarsz valamit? Nem vagy hiszel, letagadni valamit, persze. Vagy nem hiszel többet magadban, hogy elég ez szép lehet. Vagy a kapcsolathoz, még pénz is kell ez hozzá. Ez lehet, hogy mindig egy picit túllősz a célon, még többet akarsz mutatni, mint amennyi valójában vagy, mert azt hiszed, hogy egyébként az, ami vagy valójában, az nem lenne elég, hogy megszerezd a nőt. Igen. Na nézzük egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy 10 éve ismerem a feleségem, második találkozásunkon azt hazudtam, hogy apámnak 5 ingatlanja van és 3 autónk, párra pulva kiderült, hogy egy 3 szobás panelünk van, apunak még jogsia sincsen, nem hogy 3 autója. A mai napig röhögünk egyébként a feleségemmel, hogy mekkora dumás voltam. Tehát ez jól sült el. Attila küldte nekünk. Randiztam egy sráccal, több mint ígéretesen indult, nagyon tetszett, szingli mondta ő, én meg elhittem, nem volt okom kételkedni, aztán egy napközbeni csetelés során küldött egy fotót, egy 8 év körüli bohóckodó kisfiúról. Az eredmény egy feleség és egy gyermek. Oh. És akkor ő így, azt így egyszer csak elküldte? Vagy rossz helyre ment. Vagy rossz kordoba tentergomba. Ja. Ha máshova akart menni. Igen. A volt férjem, amikor megismerkedtünk, azt mondta, az előző kapcsolatában ott hagyta a nőnek a kocsit, a lakást és a hitelt, amit fizet arra a lakásra. Ezért nincs semmi. Én elhittem, gondoltam, milyen gavallér, majd miután szétmentünk, felhívott az aktuális új nője, és elmondta, hogy neki is ugyanezt mondta rólam. Hálás voltam, hogy a lakásomat és a céges autómat nagy lelkűségből itt hagyta nekem. Írja egy hallgatom. Van valaki a vonalban? Hello, Andi, jó reggelt! Ciao. Sziasztok! Andi, hello! Vidám lesz a sztori, úgy hallom. Picit lelkesebben, Andi. Bármit is akarsz mondani, picit lelkesebben. Okay. Na, mi történt veled? Hát semmi, megismerkedtem valakivel a neten, és megismerkedtünk, és akkor ő úgy vezette elő magát, hogy ő neki autója van, lakása van, részesedése egy üzletbe, terembe, ő sportol, amit mondjuk így kis külsőleg alátámasztott, de aztán így hónapokig nem láttam az autót, mindig volt vele valami vizsgázott, meg mindenek a csinál ment mindenhová. És akkor így küldött róla képet az autóról, és arra rákerestem. És akkor ez volt az első lebukás, hogy... De miért? Hol láttad? Az autóra kerestem? Neten találtam ugyanazt a képet. Hát, ráadásul olyan autót hazudott, ami ritka.
Aha, tehát valami nagyon értékes, nagyon különleges. Nem, nem, nem ilyen nagyon értékes, hanem régi, ritka amerikai autó. És aztán ezt te megtaláltad magát az autót az interneten? Igen, mert gondolom elkezdtem gyanakodni, mert nem, tehát igen, és akkor úgy, akkor ugye volt egy nagyon nagy veszekedés, és tulajdonképpen rám fogta, de nem is ráharagszom, csak magamra haragudhatok, de tulajdonképpen rám fogta, hogy én, ő úgy érezte, hogy csak ezzel tud engem meg. Hmm. És azt mondta, hogy van edzőterme? Részesedése benne. Jó, részesedése tehát, mert ugye tehát a munkájáról nem hazudott, és abból én tudtam, hogy nem tudna ilyen összegeket összerakni, és akkor ez, azt mondta, hogy még ezzel pótolja. Na most mi van ilyenkor, amikor valaki mond valamit magáról, te beleszeretsz, majd kiderül, hogy az, amit mondott, nem igaz, de a pali az ugyanaz marad, nyilván azért ez kiábránadított. Egy ilyen róla kiderült, hogy az anyjával lakik? A szüleivel. A szüleivel. Aha, azért az más, mint hogy edzőteremben van részesedésed, nyert versenyeid vannak, kocsid lakása, és utána fölmész, és jön a muter egy kis köntesre. A részesedésed van, az azt jelenti, hogy egyszer igen. Volt egy bérleted egy hónapra. Igen. Együtt maradtatok, Andi, vagy ott hagytad egyből? Nem is egyszerre derültek ki a dolgok, először a kocsi derült ki, aztán a lakás is. Kiderült. A lakás úgy derült ki, hogy fölmentetek, ketten voltatok, nem, hogy mama megjelent? Kisfiam, ki van nálad? Nem, ki van nálam? Kit hoztál már megint föl magadtál? Kit hoztál fel? Százszor meg. Mindig, mikor elindultunk hozzá, akkor mindig valami közben jött. Tehát sosem jutottatok el a lakásig? Nem. Aha. Tehát ez még 2-3 elindultunk, és akkor utána mondom, jó, akkor ez is. Az autószervizben a lakást tatarozzák. Na jó, de hogy próbálta mutatni, hogy pénze van? Hát el kell, hogy vigyen vacsorázni, meg kell, hogy hívjon. Tehát abból, tehát neki valamit azért az elején nem azt mondom, hogy mutatni kell, de hát nyilván azok elkerült az jelzeteket, mindig sétáltatok a Margit szigeten és ettetek egy fagyit, vagy... Nem, azért ő nem egy, tehát nem, tehát azért ő nem teljesen pénztelen, tehát azért dolgozik. Dolgozott, csak nem annyia volt, mint amennyi kutatott. Igen, igen, és meg én nem is, tehát lehet, hogy én biztos, vagy én mutattam ilyen rossz jeleket, de egyébként engem ezek nem jeleket. Tehát én ezeken kívül vele maradtam egy évig. Csak az, hogy hazudott. Igen, igen, és hiába, és azt mondta, hogy ezt én miattam. Tehát, hogy mert én úgy érezte nekem az elején, hogy nekem, ha én ez neki nincs, akkor én nem fogok vele foglalkozni ennyi. És aztán miért szakítottatok? Mert én az elején nagyon oda voltam érte, meg azt hittem, hogy hú, most talán ő lesz az igazi. Biztos ez az én kétségbeesésemből is fakadt, hogy már akkor egy ideje kerestem, és nagyon oda voltam, mert aztán így ettől ez megölt, tehát megölte. Aha. Ezzel. Én még próbálkoztam, meg ő nagyon erőltette. De aztán nem működött. Elmás, semmit nem hittem el neki a végén. De ez a nehéz, igen, hogy utána bármit mond az embernek meg. Meginog a bizalma, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello, hello. Lányom barátja azt mondta, nem beszélhet a munkájáról, mert kommandós. De jó. Pár telefonhívással kiderítette, hogy egy munkanélküli szélhámos. Mit csinálsz, kisfiú? Kommandós vagyok. Többet nem beszélhet. Apuka. És hol dolgozott? Ha elmondanám, meg kéne, hogy jöjjelek. Kedves mama. Azért, hogy nem sok ül a lányod mellett egy nagyon fura dolgozat. Már így is többet mondta, mint amit szabadna. Csit, akkor nem lehet bajunk. Megkérdezzük. Olyan szép. Azt mondja, hogy jöttek még SMS-ek. Randiztam és átszal több, mint ígéretesen indult, nagyon tetszett, cingli, mondta ő, én meg elhittem, nem volt okom kételkedni. Ja igen, ezt már az előbb elolvastam, ő küldte a csetet a fotóról, igen. Szerelmes voltam 24 évesen, de 3 évvel idősebb volt a csaj, így azt hazudtam, hogy 4 évvel idősebb vagyok. Már 1 éve jártam, mikor elmentünk nyaradni külföldre, és meglátta az útlevelem. Igazából akkor akadt ki, amikor megtudta, hogy a barátaim is falasztak nekem. Bár együtt maradtunk még pár évig, de rányomta a bélyegét. Enélkül nem jöttünk volna össze. Jó, azért a korban hazudni ez nem olyan nagy dolog. Csak azt a később nem mondod el neki, meg egy éve fura, tehát, hogy miért, most minek hiszel az útlevélének, vagy a személyigazolványának, vagy pedig ránézel és látsz valamit. Hát most nekem teljesen mindegy nem, hogy mennyi idős, hogyha egyébként 10 évvel fiatalabbnak, vagy 15 évvel fiatalabbnak. Nem az a baj, itt nem az a baj, hogy valójában mennyi idős, itt az a baj, hogy egy év után is fenntartotta ezt a hazugságot, amit az elején elmondott. Tehát itt nem azzal van a baj, hogy 30-nak mondja magát 26, és nem örülsz annak, hogy jaj, de jó, csak 26, hanem hogy 4 évig neked X-et hazud, X dologról hazudott, és nem mondta el neked a valóságot. Hát, meg ha erről hazudott, akkor hát, a másról is. Jó, hát mit tudom, 10 éve nem ünnepelte meg a születésnapját, és így kiment a fejéből. Melyik volt az utolsó, ami legnap? 29. Na jó. Exemről az esküvő előtt 2 héttel derült ki, hogy egészen véletlenül házas egy másik országban, és 2 gyermeke is van. Minden leszervezve, meghívók kiküldve, 7 hónapos terhes voltam.
A másik családja alig látta, amíg velem volt. Nekik azt mondta, hogy külföldi kiküldetésben van. Ez milyen durva. Igen. Léna írta nekünk. Azt mondja, hogy összejöttem egy csajjal, azt mondta, hogy ingatlan közvetítőként dolgozik. 3 hónap múlva bevallotta, hogy luxus prostituáltként egyébként, és nem ingatlan közvetítő. Na. Csak már ki akar szállni? Hogy felcsillant a szemed? Unalmas ingatlan közvetítő. Hát azért az se egy egyszerű élethelyzet. Az se egy egyszerű élethelyzet. Nem? Mikor ez kiderül így, hogy prosti a csajod. Hát, lehet, hogy ki akar szállni, és te vagy a menekülés. Csak hát azzal mégse kezdhette, hogy figyelj, ebből élek. Hogy örömlány vagyok, nem? Hát, igen, itt az őszinteség hiánya. Nem, most nem arra, most egy luxus prostituált. Na jó, de hát azzal nem kezdheted, hogy figyelj, prosti vagyok, a testemből élek. Szeretnék kilépni, és szerelmes lettem beléd. Hát, engem. Figyelj, nem mindig azt, hogy parancsolsz. Jönnek nagyon durva SMS-ek. Több mint 2 hónapja együtt laktunk. Egyszer csak a pasi eltűnt. Telefonja kikapcsolva, felhívtam az anyját, és akkor tudtam meg, hogy élettársa van, és 9 éves lánya. Az anyja rendesen falazott a kisfiának. Zsófi küldte nekünk. Ez milyen durva. Né? És úgy, hogy Zsófihoz járt haza, meg a igen, lakott. Igen, igen. 2 hónapja együtt laktak. Igen, igen. Az én párom a kapcsolat elején azt mesélte, egy komoly motorbalesete volt, aminek következtében a vesélyt ki kellett venni. Később az, hogy állandó gyomorvérzéssel küzd. Reggelenként számtalan SMS-t kaptam, hogy ma reggel is vért hánytam. Kiderült, hogy mak egészséges. Sajnáltatta magát, de a hazugságai már túlmentek minden határon. Ő maga is bele zavarodott a sok hazug történetbe. Mai napig nem értem, miért mondta hát, ezeket nekem. Na, hát ez egy ilyen önsajnáltató dolog. De, ez betegség. De szerintem igen, igen, de ez az egyik legaljasabb formája szerintem az átverésnek, amikor sajnáltatod magad, és a másik is egyébként aggódik érted, és félt, és szeret, és valószínűleg rosszul alszik miatta, hogy beteg, érted, és valójában nincsen mögötte semmi. Igen. Mak egészséges. Lehet, hogy Ferinek sincs pupa hátán, csak azt, ha meglátnád, sírva szaladnál ki. Szeretetre vágyott, érted? Kizsarolja belőlünk az empátiát, a szeretetet, félt az együttérzést. Semmi. Féltjük, izgulunk. Én egész nap, tegnap rendeléseket néztem. Többször hívtál is. Rácsörögtem. Én este is felriadtam, hogy nehogy rajtam is nőjön valami vissza. Elolvastam, hogy furunkulus, genyeskelés, fura pupa háton, mindennek utána néztem. Is megsimogattad a pupot, ahogy bejöttél. Belgyógyászokat hívogattam, STK-kba telefonáltam, és lehet, hogy ez egész csak azért van, hogy egy kicsit többet törődjünk. És ezért ügyelek kínosan arra, hogy a követési távolságot mindig betartsam, hogy nem menjek közel hozzá, hogyha tüsszent azonnal szellőztesse. Nem, hogy átlan megyek tüsszentéssel a pupa. Hát mit tudom én, basszus. Félsz, mi? Nagyon. Ugye? Na, majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Na jó, még egy utolsó SMS. Elvileg a srác 4 éve kint dolgozik Angliában jól menő tanárként. Előadta magát, hogy tele van pénzzel. Kicsábított magával, fizettem több százezeret az albérletre, közölt egy bárban pincér. Azóta sem kaptam vissza semmi, még a kauciót sem kaptuk még ezt is. SMS-ben, és hát számos más történet még. Na hát, köszönjük szépen. Lezártuk ezt a dolgot. Ez egy kicsit komolyabb téma, de azért meglepő dolgok, amikor az ember is megdöbbentő. Valakiről valami egészen nem más. Is tudsz róla viccesen mesélni. Nem, hát erőnyben az előbb hallgatón. Én, mert te magad is hibás vagy benne, hogy elhiszed a dolgokat. Hogy lehettem ilyen hülye, hogy ha úgy lettél hülye, hogy szerelmes voltál. Uh-huh. Nyilván tetszett, akartál valakihez. Hát még nem gondolod. Nyilván, persze, hogy akartál valakihez tartozni, az meg bekamúzott. Hát is. Igen. Na játszunk, itt van már is a hallgatónk. 3-as ugrás játszunk már is. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Én Zsuzsa vagyok. Zsuzsa! Micsoda lendület, micsoda vitalitás. Halló, Zsuzsa! Azért, mert nagyon örülök. Igen? Igen, pontosan. Régóta? Szerettél volna már bekerülni? Nem régóta, én ma döntöttem úgy először, hogy megpróbálom, és mit ad Isten, sikerült. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon örülök ennek a dolognak. Jó ezt hallani. Így van. Mit tudunk... vagy mit tudok mondani, vagy kérdezzek. Hogy mi legyen, hogy legyen, mit csináljuk. Nem, hát ez még csak a körbeszimatolás. Itt még csak úgy kicsit körbeszimatolunk téged. Csak úgy megsimogatjuk egymást, egy kicsit beszélgetünk, hogy mivel foglalkozom, mit csinálsz. Van. Aztán jönnek a könyörtelen kérdések. Aztán utána hamar elérzel. Felséges, picit atya úristen, állok elébe. Nincs takargatni valom. Mivel foglalkozol? Én 30 évig közigazgatásban dolgoztam, nem mondom meg hol. Na tessé.
Igen, és 2011. május 31-ével sikerült, hát hogy mondjam, belégezni ezt a történetet. Én azóta szabadúszó vagyok 4 éve, IPEG, amivel foglalkozom most, köztörvényes. Nem. Csak nem akarod mondani. Különséges bűnöző. Sokszor fogsz meg is. Meg a másik oldalát is. Köztartozásaid vannak. Köztartott vagyok jelen pillanatban. Közös képviselő vagy. Tippeljetek egy összeget, mert nem vagyok egyedül. Tippeljetek egy összeget, hogy ma mennyit keres egy közfoglalkoztatott. Mit csinálsz pontosan, segíts abban körülbelül? Tehát még adminisztratív jellegű dolog, bedolgozol? Így van, pontosan adminisztratív jellegű dolgot végzem. Szerintetek mennyit keres? És nem csak én egyedül, tehát én a többiek nevében is beszélek, aha, hogy na, egy tippet kérek. Jó, várjál, szerintem több, nettó 140 talán. 110. Menjünk lejjebb. A 110-nél is, nettó 110. Igen, menjünk lejjebb. Hát nézzük, mennyi a minimálbér, ugye? Az én 111 ezer, 110 közül. Így van, pontosan. Ugye annyi a minimálbér? Te alatta keresel? Hát én nettó 53 ezer forintot keresek havonta. És nem csak én. Ez 8 órás állás? Ez 8 és fél órás állás, igen. Úgyhogy fel vagyok lelkileg, meg mindenhogy háborodva, de nem tudok mit csinálni. Sokad magammal. Na, lapozzunk. Na de várjál, hogy nekem panaszkodni kell. Igen, el kellett jönnöd nyugdíjba, vagy nyugdíjba mentél? Vagy, tehát miért? Nem, nekem megszüntették a munkaviszonyomat. Megszűnt a munkaviszonyom. Igen, igen. Ilyenkor van valamiféle úgymond kárpótlás, tehát kifizetnek neked mondjuk 5 havi fizetést egyben, és azzal fel is mondanak. Én még azt sem kaptam. Tehát még azt sem kaptál, nem volt egyfajta. Úgyhogy nagyon lehetetlen helyzetbe kerültünk, de én olyan vagyok, mint a nagymamám, meg mint a Jancsi szegény, mindig mindenhonnan kijövök, és általában nem rosszul. Jó. De, és most jön a reklám helye. Na. Van egy írtóhelyes férjem 33 éve, és van 2 30 éves fiam, akik, hogyha nem lennének, akkor biztos, hogy nem itt tartanék. Hát a család mindig segít. Ez igen. Így van. Ez így van. Legalábbis normáliséknál. És milyen munkát keresnél, vagy minek örülnél, vagy hol dolgoznál szívesen? Mert minek örülnék? Én a Vodafone-nál dolgoztam telefonos üzletkötőként. Azt nagyon szerettem csinálni, csak mivel vállalkozásba csináltuk, ott a 2 srácnak bedőlt a vállalkozása, ezért abba kellett hagyni. De nagyon sok mindennel foglalkoztam. Ma is épp megyek, mert nem szeretnék itt ragadni, ma is épp megyek egy munka megbeszélésre, úgyhogy... Ez a soha nem adom föl típusú ember vagyok. Tehát, hogy keresel most új munkahelyet? Igen. Hát nagyon sok vitalitásod a hangodban, nagyon igen. Fiatal vagy fiatalos vagy. Sportoltam, nagyon sokat sportoltam. Most arra gondolok, hogy nem lehetetlen szerintem, hogy találjál valamit. Tehát ugye minél idősebb az ember, annál nehezebben alkalmazzák sajnos különböző helyekre. Fiatalabbat keresünk, képzettebbet keresünk. Ez így van. A hangod alapján ez nem tűnik lehetetlennek, hogy azért valahol elhelyezkedjél. Szerintem se. Akkor még egy tippet kérek, szerintetek hány éves vagyok? 33 éve vagy 28. Na ez az, na, de okos talált. Na, szerintem... 60. De megmondom, neked várjál azt, hogy 55 nem. És szerintem ilyen 50-es, 51-es születésű vagy. Nem, én 60-ban születtem. 60-as vagy. És, aha, és mikor? Október 3-án születtem. Mérleg vagyok. A legjobb jel szerintem. Mi az nem mindig, esetleg? De szerintem oroszlám. Uh-huh. De csak rossz. Szerintem. Na jól van. Na hát szerintem te találsz. Te találsz magadnak. Igen. Te találsz magadnak pillanatokon. Igen. Így van. Így bárom, mivel foglalkozik? A párom, ő már nyugdíjas. Hála égnek, ő el tudott jönni nyugdíjba. Emellett egy oktatási cégnél logisztikai szervezéssel foglalkozik. Leginkább. Meg velem foglalkozik, meg a gyerekekkel, meg az életünk rendbetételével. Helyes. Fő a pozitív gondolkodás egyébként. Fő a pozitív gondolkodás. Hát máshogy nem működik. Milyenek a kérdések, Jánsóám? Azt mondja, hogy hát a harmadikon szerintem azért el fogunk időzni egy kicsit, reméljük, hogy sikerül kitalálni. Na meglátjuk. Figyelj, így szól az első. Igen. Melyik ország csapatának legyőzésével lett Európa bajnok idén a magyar női vízilabda válogatott? Hú,
Hát ez kemény kérdés. A hírekben sokat volt nálunk, sőt tudom, még a szövetségkapitány vendégeskedett is a műsorban. Igen, tudom. Hétfőn felhívtuk, így van. Hát ez passzolom. Hajjajjajjaj, Hollandiáról van szó. Hollandiáról van szó. Először kikaptunk tőlük, és utána megvertük őket. Igen, kétszer nem baj, hát ez tőle. Ilyen tulipános papapucsos kérdés hát, volt. Igen. Tulipános papapucsos. Picit igen. Is mondhatjuk. Igen. Mit sportoltál annak idején? Úsztam, teniszeztem, kézilabdáztam, még fociztam is. Jézus Mária. Bizony. Hm. Ennyi mindent csináltam. Mindben ennyire tehetséges voltál, vagy egyikben sem is ezért? Az a baj, hogy én mindenben nagyon tehetséges vagyok, de most komolyan. Most ez nem kacagni ki, tényleg így van egyébként, hogy mindenben, és pont ezért nem tudtam semmiből választani. Most ez nem dicsekedésként, de én próza meg szavaló versenyt is nyertem, népi táncoltam is, tehát én annyi mindent csináltam, ilyen kis polihisztor voltam, és valahol elveszett így a sok mindenben az a dolog, amit tehát nem igazán ragadtam meg bizonyos dolgoknál, de nem bánom. De szurkolunk. Szurkolunk. Lesz hát szerintem. Hát szépen, köszönöm. Kitartás. Köszönöm szépen. Köszi, puszi. Szép napot nektek. Hello. Ciao. Hello. Viszont. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát igen. Hát nem. Ez a közfoglalkoztatás. Ja, az igen. Azért ez egy érdekes dolog. Ugye? Ez a közmunkabér, hogy ez a statisztikákat javítja ez a közmunka, de hát azért nagyon sok mindent olvasni erről, hogy ez hosszú távon azért nem biztos, hogy jót tesz. Hát, hogy a közmunkából hogy vezeted őket vissza, ugye? Tehát, hogy lesz most az lesz, majd átmennek a vállalkozói szférába, most hallottam, hogy ez lesz. Hogy ez a cél, hogy a közmunkából át akarják vezetni, de hogy? Hogy? Hát azért ez nehéz. Az a munkanélküli statisztikán nyilván a közmunka az nagyon sokat javít, meg jó számokat hoz, de hosszú távon nem feltétlen jó ez. Hmm. Ez a rendszer így ebben a formában. Na jól van. Fél tíz múlt pontosan 4 perccel. Miért nézel így? Nem, én az elpazarolt, elvetélt tehetségeken gondolkodom, hogy én például mindig kesztyűbáb szerettem volna lenni, de csak egy újig jutottam. Jézus. Na jövünk mindjárt a hírek után, vagy reklám után, vagy jöjjön bármi. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz pontosan. 3 perc múlva. Hello mindenkinek. Hello. Sziasztok, hello. Na mi van veletek, semmi? Hát az utóbbi néhány percben elmondja, mi történt. Ittam egy fél csésze kávét, illetve teát, nem volt rossz egyébként. Pici kis citromlevet is hoztak hozzá a kollégák, illetve kerestem itt fel, mert te már megetted azt, ami volt bent, és igazi. És jó, ugyan te hoztad, tehát ennyi mentséged mindenképpen van, de egyébként nagyon finom volt. Ittam egy nagyon jó nevű márkától, amit tegnap az egyik kedves kollégád úgy apostrofált, hogy ez a teák disznósajtja. Olvastam egyszer egy cikket erről, hogy mi itt Európában milyen szörnyű teákat iszunk, és ezek a... Hát a filteres tea. Igen, a filteres tea, becsomagolják a szemetet. Becsomagolják konkrétan a szemetet, és hogy a gazt, az ágat, a szárat, a minden, csak nem az értékes. Ha van benne az is. Van egy kevéske az 200. Tisztelet a kivételnek, nyilván nem mondunk márkát. Nem akarjuk kizárni a lehetőséget, hogy esetleg valamelyik ilyen márka szponzorunk legyen a jövőben. Kicsit ez olyan ma, mint egy ilyen panasznap, nem? Ez az egész adás, nem, mert van ilyen. Hát az ember fölül egyfajta energetikai hullámra, és minden adás kicsit más. Igen. De ma tényleg ilyen. A hallgatóink is kicsit ilyenek, én is ilyen voltam. Igen, de én inkább azt Ferinek választanám, baja volt ahogy a farsanggal, nekem baja van az előfizetőmmel, a szolgáltatóval. Tehát ma kicsit úgy mindenki. Ma volt egy ilyen kollektív panaszkodás. Hát ez az idő, nézd ki, nem látod az utca túloldalát, nyomott. Néha ez is kell. Persze, hát elmondjuk, ami a szívünkön. Mondjuk annyi előnye van, hogy viszonylag keveset látunk a felüljáróból, ami nem szép. Én azt várom, hogy egyszer akkora köd legyen, hogy a rácsokat ne lássam az ablakon. Tehát higgyem csak azt, hogy csak ablak van, de nincsen rács. Hát micsoda környezet. Micsoda energia a kreativitásnak, hogy csak úgy áramlik a kreativitás. Kinézel, és
rácsokat látsz az ablakon. Hát csak úgy jönnek a gondolatok. Ezek a rácsok nem olyan csak rácsok. Úgy, csak ezek, áll, a, ezek a rácsok, ezek nem, az nem azért vannak, hogy ne lehessen be vagy kimenni, hanem ezek a rácsok ennek az épületnek statikailag nagyon fontosak. Ha nem lennének ott ezek a rácsok, lehet, hogy összedőlne, hiszen ezek tartják össze. Én szerintem igen. Én minden reggel, amikor bekapcsolom az internetet, azt a hírt várom, hogy személyisérülés nem történt, senki nem halt meg, felrobbant a Metal ZRT. Senki nem volt bent, ha nem is robbant fel, az épület lakatlan, nem lehet többet itt dolgozni. Ez olyan állapotban van ez a pénzver, de hát azért ez neki látja. Jó, ez egy régen megépített, stabil alapokon álló békebeli módszerekkel felhúzott. Így van. Ez azért még rendben, ez még meg van építve. Érted? Hát még meg, igen. Ez nem mint a Sámándom Milánóban. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Szóval egy kicsit háborogtam reggel. De nem jöttetek velem, nincs ezzel baj. Hát máshogy gondoltátok, ti a másik oldalt képviseltétek, kikapcsolták a telefonomat, és tudom, igen, oda kell figyelni, és ennyi? Be kell fizetni. De az élet nem ilyen egyszerű. Mert ha mindig mindenre odafigyelnék, mindig minden összejönne, akkor nem lennének problémák, amiket meg kell oldani. Persze megkaptam SMS-be, hogy miért nem fizetett be, nem lenne baj. Ugye felvezettem, csak aztán egy várrándítással, egy tolvonással azonnal elárultatok és ellene fordultatok, de nem volt ezzel baj. Elmondtam, hogy milyen jó lenne, ha te 10-20 éve vagy már egy szolgáltatónál, és az előfizetője kapnál valami méltányosságot azon az időn túl, amit ugye ad egy szolgáltató, és nem kapcsolja ki a telefonodat, de éjszaka nem vág el a külvilágtól, reggel már nem tudsz telefonálni, mert véletlen elfelejtetted befizetni a számládat. Tehát emberek lojalitás vagyunk, vársz azoktól, akik ez 97 óta lojális vagy. Igen, akiknél hosszú ideje ott vagyok. Erről beszélgetünk, hogy mit lehet tenni, illetve nagyon sok hallgatónk szólt hozzá a témához. Illetve Feri felvetette, hogy ugye közeledik a farsang, és ez sok családban veszekedési pont lehet, mert a gyermek mást akar, a szülő mást akar, illetve vannak az árulók, akik galád módon, ne agyisten, megveszik a jelmezt, mert nincs türelmük, orróval szab, kikölcsönzik, és vannak a jelmez készítők. Szóval a szülő háborúzik szülővel. Egy ártatlan farsankor is. Szülővel, szülő, gyerek, mindenki. Igen. Érdekes egyébként, hogyha én mondtam volna, hogy a jelmezt készíteni akarom, és nem kölcsönzni, akkor életem volna a spúra só, mert Feri a kreatív szülő. Ugye? Minden. Hát, ez egy ilyen műsor. Minden megítélés kérdés, hogy ki mondja. Igen. Na megmutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc van, pontosan 10 óra. Hello Csabi. Jó reggelt, szevasztok. Hát sajnos nem a Feri táborát erősítem én sem, tehát mi vásároljuk a jelmezeket, de ugye most már eljutottunk arra a szintre, hogy... Hogy már kölcsönözhettek ennyi év után is. Igen, hogy egy kisebbi fiam ugyanúgy felveszi a Messi jelmezét, vagy Messi mezét, mint bármelyik másik napon, és akkor ő aznap Messi. Uh-huh. És mondod neki, hogy nem egy Messire? Igen. És lehet kapni a közeletekbe, vagy csak Messi? Na, menjünk. Várj, ezeket felírhatom, mert akkor így... Kisfiam, ha ez ma a jelmezed, ezzel nem jutunk Messire. Nincs ilyen? Na jó. Hívjuk a naphallgatóját, talán jobb lesz, ha ma elbúcsúzunk. Úgy érzem? Hogy volt, nem jut el a Lyon így messzire, ha nem figyel oda, Lyon el messzire. Ugye? Igen, így van. Nem, ő nem akarja ezt most. Jó, benne volt egyébként a Best of-ban, ő írta, apa, én egy sír akarok lenni farsangon, de kisfiam, nem lehet sír, mert tavaly kislánynak öltöztél, és tudod, bolond, aki sír egy lány után. Érte nekünk dokima. Szerettük, ő a nap hallgatója, de hát nem vette föl, úgyhogy nincs ajándékcsomag, ha hal bennünket. Akkor biztos örül, vagy adjátok át neki, ismeritek, hogy ő lett ma a nap hallgatója. Minden rendben, milyen idő van kint? Tényleg trutyi a dolog, hideg? Én magamnak. Szörnyű, nem? Hát ennél volt decemberben, ha emlékeztek rá, ez a több napos szürkeség, amikor azt érezted, hogy ez a világ vége. Igen. És akkor tegnap én nagyon örültem, mikor hallottam a hírekben, meg olvastam, hogy mára már ilyen 8 fok lehet. Én valamiért azt gondolom, hogy ha jönnek a plusz fokok, akkor én már mellé képzelem a világosságot és a napsütést. Hát nem. Tehát ez rettenet. Erre készüljetek fel. Hétvégén pedig már 10 fokot mondanak. De napsütés le? Nem, csak hogy jön az enyhülés, olvad a hó. Igen. Ennél még az is jobb, ha esik a hó, bár köztudottan én nem vagyok hórajongó, mert akkor legalább világos van. Tehát, hogy ez a szürke... Ez... Igen, ez köztudott, mindig szóba kerül, amikor a nevedet emlegetik valahol. Igen. Képzeljétek, te Csabi, modern... aki nem szereti a havat. Igen, emlé, jön a kívánság műsor, Csabi, valaki nem szereti a havat. Modernnek érzem magam, tegnap elmentem moziba, és megnéztem egy új filmet, mert általában én akkor szoktam hozzájutni a filmekhez, amikor már a tévék leadják.
És Terminátor megnéztem. 2? Azt még nem láttam, hogy van. Tegnap megnéztem a Robert De Niro-nak ezt az új filmjét. Igen. A Nagyapa elszabadul. Hát én imádom az ilyen típusú filmeket. Vígjáték, rengeteg poénnal, egyet sem lehet idézni rádióban, mert kicsit csúnyán beszél az öreg. És hallottam kritikákat, hogy hát szegény Robert De Niro már nem olyan, mint régen, mindenféle szarfilmben játszik, de közben meg ott van, hogy ő azért mindig ott a kemény, tehát kiderül róla a végén, hogy ő nem tudom milyen nagy ellenállókat képezett ki a katonaságnál régen. Nagyon jó film, tehát ajánlom nektek, ha akartok visítva röhögni, akkor ez az. Jó. Köszönjük. Az ajánlót. Gyors hír még így a végére, örömhű, Liu Shaolin Sándor ezüstérmes lett összetettben a rövidpályás gyorskorcsolyázók Szocsiban zajló Európa bajnokságán. Ez jó hír egyébként, ő az első számú gyorskorcsolyázónk most. Liu Shaolin Sándor. Csütörtökre egyébként őt is be lehetne hozni amúgy, mert ugye a neve kapcsán vannak felvetései a trolloknak. De őt tehát, így hívják, hogy Liu Shaolin Sándor? Hát ez a neve, igen. Tehát, hogy egy vegyes házasságból született a srác, és nyilván az édesapjának a vezeték nevét örökölte. Aha. És imádom azokat a híreket vele kapcsolatban. Igen, amikor előjön a hír, egy román nyeri magát egyébként, a srác az első számú sportolónk ebben a sportágban, és akkor alatta a kommentelők. Na, ő is annyira magyar, mint a nem nekünk nyerte. Mindegy. Ez egy nagy dolog, gyerekek, rövidpályás gyorskorcsolyázóként, hát ritkán nyerünk ilyen sportokban. Nem? Teljesen egyértelmű. Igen. Jó van, Csabikám, nagyon jó munkát kívánunk neked, mondj valami jó zenét, mi lesz ma? Tegnap annyira örültetek a Destiny's Child-nak. Csak megjátszottunk. Hogy már hozod újra? Nem, hanem azt gondoltam, hogy akkor abból a korszakból hozok nektek egy másik legendás énekesnőt, a Christina Aguilera-t. Szerintem Christina Aguilera dalai közül mindenki tud választani legalább egyet, stílustól függetlenül, mert neki például rockdala is van, a Fighter. És a legutóbbi hír, amit olvastam vele kapcsolatban, hogy a Ferinek is bejöjjön végre Christina Aguilera, hogy annyira részeg volt egy karácsonyi partin, hogy feldöntötte a karácsonyt. Tök jó. Na, tök jó. Végre valami közös Christina Aguilera és Ferinben. Igen, hogy egy hatalmas kelés találtak. De egy régebbi dalát hozom, hogy a Balázs is boldog legyen. Na. A Candyman, hát ez egy jó retro. Ez picit unom, de egyébként jó dal. Na, de tényleg nem. Miért nem a Fighter, de ez egy tök jó dal. Cserélt ki, Csabi. Nem lehet, tényleg? Kösz a tippet. Az zseni. Levágják a pecsit. Zseniális valószínűleg. Így van. Levágják, lecsippentik a pecsit. Kicseréli a dal. Csabi jön a kívánság műsorral, vigyázzatok magatokra. Jó, majd egy kicsit fura nap van, lehet, hogy csak mi vagyunk azok, vagy mi érezzük, de lehet, hogy ez mások is, úgyhogy legyetek óvatosak. Jó? Jó? Akkor csináljuk azt, hogy holnap mondjuk legyen csütörtök. Jó. Fú, de jövünk holnap 6 órakor. Mindenki vigyázz magára. Hello. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország